Köszöntöm nézőinket! Önök a Stúdió KB szeptember 1-i adását látják, melyben elsőként felhívjuk a figyelmet az új orvosi ügyeleti rendszerre, a szombati bányásznapra és az Érci járás területére is vonatkozó erdőlátogatási korlátozásra. Elindult az új tanév, városunk oktatási, nevelési intézményeinek vezetőit kérdeztük a változásokról, a legfontosabb tudnivalókról. Magazinműsorunkban a Reguliverzum kiállításon kalauzolja végig a látogatókat dr. Rutkai Miklián Eszter, az intézmény korábbi igazgatója. Kérem, tartsanak velünk ezen a héten is! Új rendszer lépett életbe szeptember 1-től az orvosi ügyeletnél, hiszen az ország több területéhez hasonlóan az Érci járás területén is az országos mentőszolgálat látja el ezt a feladatot. Az egységes ügyeleti telefonszám felnőtt és gyermekbeteg esetében is a 1830-as. A beteg a központi szám hívásával szakszerű tanácsot kap, ha szükséges, a tartózkodási helyére sürgősségi ügyeleti autót vagy életveszély esetén azonnal mentőt küldenek. Az ügyeleti ellátást az Érci járás lakossága számára két helyszínen biztosítja az országos mentőszolgálat. Hétköznap 16 és 22 óra között, hétvégén és ünnepnapokon, 8 és 14 óra között a korábban megszokott helyen, tehát az Érci Erzsébet Kórház rendelőintézet földszintjén, a József Attila utcai bejáratnál. Hétköznap 22 és reggel 8 óra, valamint hétvégén és ünnepnapon 14 és 8 óra között pedig a Veszprém megyei Csolnoki Ferenc Kórház földszintjén, a főbejárattól jobbra, a volt szájsebészeti osztályhelyén. A gyermekek ügyeleti ellátását az ügyeleti pontokon végzik a tervek szerint. Hétköznap 16 és 22 óra között, hétvégén és ünnepnapon 8 és 20 óra között a Veszprémi Kórház földszintjén, a főbejárattól jobbra, a volt szájsebészeti osztályhelyén. Részletes információ a www.mentők.hu/ügyelet oldalon olvasható. A bányásznapot ünnepelve családi napot rendez városunk szeptember 1. szombatján a Pintérhegyi Parkerdő bányász emlékhelyénél 14 órától. A bakonynánai férfi kardalcsokra után Jagica Attila, a Bakonyerdő erdészeti és faipari ZRT vagyongazdálkodási főmérnöke mond beszédet, majd elhangzik az erdész, kohász és bányász himnusz. A Bakonyerdő kürtös csapat műsora után kabaré jelenet és operett műsor szórakoztatja a közönséget, a délutánt retro diszkó zárja. Erdőlátogatási korlátozás lépett életbe szeptember 1-től a Verga ZRT és a Hajag Vidéki Vadásztársaság illetékességi területén. Ettől az időponttól kezdve egészen október 15-ig csak 9 és 16 óra között tartózkodhatunk az erdőben. A korlátozás célja, hogy a gímszarvas állomány számára fontos párzási időszakban az erdő és vadgazdálkodók megfelelő nyugalmat tudjanak biztosítani az erdőkben. A korlátozás a kijelölt turista és kerékpár utakra egyaránt érvényes. Eseti rendezvények, szervezett, vezetett túrák, a szükséges hatósági engedélyek, illetve előzetes egyeztetést követő erdőgazdálkodási hozzájárulás birtokában tarthatóak meg. Fontos tudni, hogy a vadászterületek egybeesnek. Az MH Böszörményi Géza csapatgyakorló tér parancsnokság lő és gyakorló tereivel. A szeptemberi-októberi időszakban is aktív katonai igénybevétel és éles lövészetek zajlanak, ezért mindenképp szükséges tájékozódni az érintett katonai szervezettől a túrázási lehetőségekről. Elindult az új tanév. A következő percekben városunk oktatási, nevelési intézményeibe látogatunk el, és a legfontosabb tudnivalókról beszélgetünk az intézményvezetőkkel.
A Benedekelek óvoda és bölcsödében elkezdődik az új nevelési időszak, tanév, ha fogalmazhatok így. Kovács Mónika igazgatónőt kérdezem, hogy a nyári időszakban hogyan szépült, épült az épület, és egy néhány szót a tagintézményekről is ejtsünk. Hát a nyár az mindig egy izgalmas terület a mi számunkra, ezt igazából a kívülállók nem mindig érzékelik, jelen esetben mondjuk a szülők talán addig az időpontig még a gyerekeik ide járnak. Egy hónap szüneten vagyunk túl, de ezt lelkes aktív készülődés és szépítési munkálatokkal telt. Több területen is meg kellett, hogy egy próbáljuk magunkat, hiszen volt ezen időszak alatt csőtörés, aztán a konyhában kellett technikai dolgokat megoldanunk, gipszkartonozták a konyhánknak a mennyezetét. Hát olyannyira elhúzottak ezek a folyamatok, hogy a hétfői nyitásra igazából úgy tudtunk felkészülni, hogy a szombati napon még itt a kollégákkal együtt takarítottunk, hogy az ételek, a 10 órai kiszolgálása és kiosztása a hétfői napon már gördülőként megvalósulhasson. Túl vagyunk a takarítási munkálatok visszarendeződésen, sőt, ezen a héten már gyerekcsoportaink is működtek, ha nem is olyan magas számmal, mint a megszokott, de jelentős számú gyerek tért már vissza hozzánk a régiek közül. A kicsiket majd későbbiek folyamán várjuk a péntek, illetőleg a hétfői naptól. Nagy változás a mi intézményünk életében, hogy a tagintézményeink is vannak, Lókut, illetve Borzavár. Szerencsés módon Borzavár önkormányzata egy top pályázaton elnyerte az óvoda átépítésének lehetőségét. Ezek a korszerűsítési munkálatok majd kiterjednek ablakcserére, fűtés, energetikai hálózatnak a javítására. Ez azonban majd azzal fog együtt járni, hogy az egész óvodát, ami jelen pillanatban egy-egy csoportos óvoda, ki kell költöztetni külső helyszínre. Ennek a megoldási módján még dolgozunk. Ez körülbelül 2-3 hónap múlva fog bekövetkezni az ő életükben. A személyi állományban történik-e változás idén? Hát ez egy nagyon képlékeny és ingoványos terület, azt hiszem az egész országban minden köznevelési intézmény számára. Én alapvetően országos szinten elégedetnek mondhatom magunkat. Egyetlen egy óvodapedagógusunk hiányzik. Nyilvánvalóan ez nem jelenti azt, hogy az ő helyét nem töltöttük be. Most jelen pillanatban helyettesítő pedagógiai asszisztens lesz abban a munkakörben. Tehát létszám ügyileg tulajdonképpen teljes létszámmal tudtunk ellátni, így minden csoportban egy kivételével biztosította két óvodapedagógus és a Dajkának a jelenléte. Ez én úgy gondolom, hogy országos átlagban jó eredménynek mondható. Azok a kisgyerekek, akik most kezdik az ovit, milyen létszámban érkeztek az intézménybe, illetve hogyan telik majd számukra az első nap, az első hét, az úgynevezett beszoktatás? Ennek a hétnek a kezdetén a régi óvodásaink tértek vissza. Pénteken, illetőleg hétfőn fogadjuk az új gyerekeket. Minden szülő számára felszoktuk ajánlani a beszoktatásnak a lehetőségét, amennyiben a szabadságuk, egyéni életvezetésük ezt engedi, akkor szívesen látjuk őket az első napokban az óvodai csoportokban. Így tulajdonképpen a leválasztódás egy 3 éves kisgyereknek sokkal gördülékenyebben valósul meg. Az anya is látja, hogy jó helyre kerül, igazából közvetlen formában, akár a szokásokról otthoni kialakult, vagy esetlegesen felvett rutinokról be tudnak számolni az óvónéninek, és akkor az első 3 nap folyamatában mindig emeljük az itt töltött időnek a mennyiségét. Ez a gyerekek szempontjából is jó, hiszen az elszakadás folyamatát sokkal gördülékenyebbé teszi. Az óvónők esetében a kezdés előtti napok hogyan telnek általában?
Hát lázas készülődés előzi meg ezt az időszakot, hiszen mindennek a helyére kell kerülnie. Tulajdonképpen egy évszakváltás is van, ami az óvodák esetében mindig egy sarkalatos dolog, hogy az új, a kinti változásokra belül is fel tudjunk készülni, akár dekorációk szempontjából, hogy a gyerekek egyéni sajátosságaira úgy tudjunk reagálni, hogy azok személyre szólóak legyenek. Ebben az évben nagyon nagy hangsúlyt kell fektetnünk az allergiás gyerekeknek az ellátására. Ezt örömmel mondhatom, hogy ebben az intézmény nagyon előre haladott állapotban van, hiszen azt, amit most a köznevelési törvénybe beemeltek, hogy akár az anafilaxiásokra, az allergiás reakciókra az intézmények jobban felkészüljenek, az most már nálunk 2 éve azt lehet mondani, hogy bevett rutin, tehát hogy nekünk tulajdonképpen csak a megkezdett munkánkat kell folytatni. Sajnos évről évre sokkal több akár allergiás gyermek, akár az étkezési problémával élő gyermek, akiknek szintén személyre szóló megoldásokat kell hoznunk az étkezés vagy az egyéni ellátásuk területén. Mi az intézmény legfőbb cél kitűzése a következő időszakra vonatkozóan? Hát alapvetően én azt gondolom, hogy minden szeptember 1-e egy ünnep kell, hogy legyen egy pedagógus lelkében. Tehát az a fajta várakozás, az egy nagyon fontos dolog, hogy visszafogadja a csoportját, visszafogadja a gyerekeket, nyitottan, szívvel, lélekkel tudja a munkáját végezni. Ugyanakkor azt tudjuk, hogy társadalmi folyamatok is most nagyon erőteljesen bekúsznak az intézmények falai közé. A népnyelvben státusztörvénynek nevezett törvénymódosítás, illetőleg a köznevelésinek az átalakítása, vagy ennek a szabályzórendszerének az átalakítása feladatokat is ró az intézményeknek. Ezek különböző időbeli korlátok mentén fognak majd megvalósulni. Reméljük és feltételezésem szerint szakmai állományában a mi intézményünket nem fogja érinteni, tehát én úgy gondolom, hogy nálunk nem lesznek pálya elhagyó pedagógusok. Hát remélem azt, hogy ez a rendszer a későbbiekben úgy meg tud majd újulni, hogy új kollégákat fogadhatunk, és tulajdonképpen az aktív és kiegyensúlyozott működést folyamatában tudjuk majd biztosítani. Hamarosan becsengetnek az általános iskolában is. Szőnyegi János igazgatóhelyettes urat kérdezem, hogy az alsó tagozatban milyen felkészültséggel tudják megkezdeni az új tanévet, személyi, tárgyi, technikai feltételekre gondolok itt, és lesz-e bármilyen változás? Az egészen biztos, hogy a tanévet el tudjuk kezdeni, tehát az biztos, hogy 2023. szeptember 1-én a tanév megkezdődik az iskolában. Sokat dolgozott azért az intézmény az igazgatóval együtt, meg a nevelőtestülettel együtt, hogy a tanév zökkenő, tehát a tanév úgymond zökkenőmentesen kezdődjön el. Sokat kellett utána járni bizonyos dolgoknak, hogy tényleg, hogy ez a zökkenőmentesség biztosítva legyen. Gondolok itt akár a személyi, akár a tárgyi feltételek megteremtése érdekében is. Azt tudom mondani, hogy ha nem is úgymond könnyű úton eljutva idáig, de az intézmény alsó tagozat a tanév kezdésre készen áll. Reméljük, így gondolják ezt a picik is, akiket nagy szeretettel várunk, főleg azt a 76 darab elsős gyereket, aki az idén kezdi a tanulmányait a Zirci Regulianttal, német nemzetiségi nem ragoznám általános iskolában, mert végső során úgy gondolom, hogy az a fáradozás, amit az igazgatóra, meg a nevelőtestülettel, meg mindenkivel, aki él és mozog a fedélzeten, ők azért dolgoztak sokat a nyáron is, meg előtte is, hogy azok a gyerekek, akik hozzánk majd nálunk elkezdik a 2023-24-es tanévet, zökkenőmentesen tudják elkezdeni. Mi mindent elkövettünk ennek érdekében. Van egy-két személyi változás, ennek elsősorban van objektív, illetve szubjektív oka is. A szubjektív, hogy mondjam, okozati változásokról nem szívesen beszélnék. Az objektív az, hogy a pályán az egyre inkább látszik, hogy nem szívesen jönnek a dolgok jelenlegi állása szerint sem a fiatalok az iskolába, bár ez sem igaz 100%-osan az alsó tagozatra, mert sikerült fölvennünk egy pályakezdőt, akire úgy fogunk vigyázni, mint a szemünk fényére.
De hogy azért nem fenéki tejföl az élet, azért az is mutatja, hogy viszont az alsó tagozaton, konkrétan a napköziben 4 nyugdíjas is megkezdi a munkát. Reméljük, ezt nagyon remélem egyébként, hogy a feladatot az adott személyi feltételekkel el tudjuk látni zökkenőmentesen. Most úgy van, hogy el tudjuk látni zökkenőmentesen, de fél óra múlva lehet, hogy nem így lesz. Igen, hát mindig minden változik, főleg a mai világban. Itt most az F épületben beszélgetünk, akár az udvaron, vagy az épületen belül a nyár folyamán történt-e bármilyen javítgatás, felújítás? Igen, de nem szeretném az igazgató úrtól elvenni. Én nagyon szívesen beszélek erről, de inkább ezt meghagynám az igazgató úrnak. Egy dolgot azért hozzá szeretnék tenni, hogy az IC önkormányzat tényleg segített nekünk most sokat. Úgymond komfortosabbá tudtunk tenni bizonyos helyiségeket az épületben. Helyi segítséggel azért sokat tudtunk tenni azért, hogy viszonylag jók legyenek a körülményeink. De még rengeteg pénze volna szükségünk ilyen szempontból. Még annyit szeretnék hozzátenni a felújításokhoz, hogy sajnos a fenntartótól egyéb okok miatt nem jutott összeg a felújításokra, így Récváros önkormányzata finanszírozta az iskolára jutó összegből az elsősök termének a kifestését, illetve az, hogy komfortosabb váljon az iskola egyes helységei, az is szintén a fenntartó, illetve az önkormányzatnak a támogatásával tudtuk megvalósítani, amit ezzel azután is köszönünk. Akkor igazgató úrhoz fordulnék, hogy a felső tagozatban hogyan indul a tanév, mennyire zökkenőmentes a kezdés, meg vannak-e feltételek? Igen, a felső tagozaton is minden feltétel adott, hogy elkezdjük a tanévet. Várjuk az ötödikes belépő tanulókat. 3 osztály fog érkezni. Az épületben kisebb csinosítgatásokat végre tudtunk hajtani, kisebb felújításokat, a zöld felületet tudtuk gondozni a nyáron, és ugye most lett vége, itt is alsóba és felsőbe is. És a kollégák is, akiket pótolnunk kellett, mert kellett, ők rendelkezésre álltak, tehát a szakos ellátottságunk, azt mondom, hogy közelíti a 100%-at, de ugyanúgy, mint ahogy itt is, az a tehetes úr mondta, hogy vissza kellett foglalkoztatni nyugdíjasokat. Az egész intézményre nézve összesen, ha jól emlékszem, 4 alsós és 2 felsős kollega távozott, részben nyugdíjazásra került sor, részben más okok miatt, őket tudtuk pótolni. De hát mondom, a nyugdíjasok nélkül hát elég nehéz lett volna elkezdeni a tanévet. Az első osztályosok esetében hogyan fog telni az első nap, az első hét? Reméljük, hogy első, második, harmadik napot mondanám igazából. Én nyáron több szülővel találkoztam, akiknek nagyobb gyerekei ma járnak ide, és elsősök lesznek, és azt kérdeztem, hogy remélem, nem várják még a gyerekek az iskolát, mert igazából az iskola az egy jó hely, az iskola az egy nagyon jó hely, és mi arra törekszünk, hogy a gyerekek azért jól érezzék magukat az iskolában, de azért egy kisgyereknek, főleg első osztályosokról beszélünk, azért a játék az egyik fő eleme. Mi meg arra szeretnénk majd törekedni az első naptól kezdődően, hogy ez játékosan és olyan formában történjen a foglalkoztatásuk, hogy jól érezzék magukat az iskolában. Na, annyit tehetnék mondani, hogy az első, második, illetve átérve a kérdésre, hogy az első, második és harmadik napon az első osztályosok reggel 7:30-11-ig, vagy 10:30-ig lesznek az iskolában, ez már hagyomány az iskolában, ez 3 napon keresztül így fog történni. Ez azért van, hogy zökkenőmentes legyen, kicsit könnyebb legyen. Ebben a 3 napban a szülők bekísérhetik a gyerekeket az iskolába. A családok közül egy szülőt kérünk arra, hogy ezt tegye meg, mert hát nem jó, hogyha olyan nagyon sokan vannak. Ugyanez, amikor a gyerekek hazamennek visszafelé is. Úgyhogy várjuk őket tényleg, és azért találkoztam olyan picikkel, akiket ismerek, elsősökkel, ők is várják. És azért az jó, minél több kisgyerek várja az iskolát. Készen állunk. A start előtt igazgató úr, a tanároknak milyen teendőik vannak ilyenkor? Mi mindennel készülnek? Hát ugye itt az évelei tennivalók azok a szakmai felkészülés, tanmenetek kiválasztása, kinyomtatása, aktualizálása, a tankönyvek ugye rendben ügyesen megérkeztek már augusztus közepén. Azokat a tankönyvfelelő segítségével szétszortíroztuk. Minden tankönyv a saját osztályában van, és várja a gyerekeket
felső tagozaton mindenki az első nap fogja megkapni a tankönyveket. És hát úgy gondolom, hogy ha mindenki kipihente magát, akkor egy nagyon vidám és jó hangulatú tanévkezdésre tudunk nekiindulni új tanévnek. Szeptember 1-én megkezdődik a 2023-2024-es tanév a 3. Béla gimnáziumban. Igazgatónőt kérdezem, hogy mindenekelőtt a nyári időszak hogyan telt az iskola életében. Köszönjük szépen, nagyon gyorsan. Szerintem, hogy a gyerekeket megkérdezzük, ők is ugyanezt mondják. Azért sok munkával igazából, de próbáltunk rázasan készülni arra, hogy az új tanévet már olyan környezetbe tudjuk megindítani, ahol a gyerekek is jól érzik magukat. Volt festés az iskolában, megérkeztek a tankönyvek az iskolába, nagy takarítás még mindig zajlik, úgyhogy ilyenekkel készültünk. Gyerekek majd szerintem meg fognak lepődni, hogy tényleg mennyire gyönyörű a fal. Adottak-e a személyi, technikai, tárgyi, egyéb feltételek a zökkenőmentes iskolakezdéshez, és lesz-e bármilyen területen, téren változás? Hát a változás az benn van a levegőben szerintem mindenhol, de jelen pillanatban teljes létszámban tudjuk kezdeni a tanévet, minden gyereknek lesz tanára, mindenki megkapja a csoportbontásokat, tehát ilyen szempontból teljesen jók vagyunk. Vannak új kollégák, de ők tökéletesen fogják tudni pótolni azokat, akik elmentek nyugdíjba, vagy pedig máshova. Mit kell tudni az első évesekről, az osztályok indulásáról, a létszámokról? Be tudtunk iskolázni mindkét osztályba, tehát a nyelvi előkészítős gimnáziumi osztályunkat is teljesen fel tudtuk tölteni, 29-en lesznek majd, és a művészeti szakgimnáziumi osztályunkat is fel tudtuk tölteni, ott 31-en lesznek a gyerekek. Két évismétlőnk van, de ők nem azért évismétlők, mert buktak, hanem mert sajnos egészségügyi problémák miatt nagyon-nagyon sokat hiányoztak. Megvannak az új osztályfőnökök, a 9. M osztály osztályfőnöke Kovács Dániel lesz, őnek ez az első osztálya, a 9. M osztály osztályfőnöke pedig Duc Árpád tanár úr, ő már azért öreg róka ilyen szempontból. Az első évesek esetében az első tanítási nap, az első hét hogyan fog telni, mi a szokás nálatok? Hát jelen pillanatban ugye mi mindig az első tanítási nap előtti napon tartjuk az évnyitónkat, tehát most augusztus 31-én 4 órakor kerül sor majd az évnyitóra. Pici változásunk van, mert most csak és kizárólag a 9. ennyi és a 9. A-osztály szüleit és gyerekeket hívtuk be, és itt tartjuk rögtön utána a tanároknak a bemutatását, valamint az osztályfőnöki, bocsánat, hülyeséget mondok, osztályfőnöki órát, azt majd másnap, hanem a szülői értekezleteket is meg. Tartjuk. A kollégium tárt karokkal várja a gyerekeket, tehát először beköltöznek a kollégista gyerekeink, és akkor utána jöhetnek hozzánk az évnyitóra és a szülői értekezletre. Majd szeptember 1-e az első tanítási napunk, az egy pénteki nap. A 9. eny és a 9. M osztálynak 5 osztályfőnöki órát fogunk tartani, mert őnekik azért még meg kell ismerni az iskolát, a többi osztályokban pedig 3 osztályfőnöki órát tartunk. Bizony van sok minden, amit meg kell beszélni, én azt gondolom, és akkor augusztus szeptember 4-én, hétfőn pedig nekiugrunk és belelendülünk a tanításba. Nálunk csodálatos módon még ilyen nem történt, de most kész van már az órarendünk is. Nagyon-nagyon reménykedek abban, hogy szeptember 1-én nem fog belerugni, és nem kell új órarendet készíteni, de most már tényleg már finishben vagyunk. A start előtt ilyenkor a pedagógusok élete mi mindennel telik? Ó, hát pedagógusok már múlt hét hétfő óta bejárnak hozzánk. Értekezleteket tartottunk, munkaközösségi értekezletek. Épp most jönnek az osztályfőnökök, most az osztályfőnököknek volt értekezlet. Pakolnak, megtartottuk már az osztályozó vizsgákat, megtartottuk a pótvizsgáinkat. Szerencsére nem kell túl sok gyereket vizsgáztatnunk pótvizsgán. Összvisz 4 gyerekünk volt, mindenkinek sikerült a vizsgája. Viszont nagyon sokan osztályozó vizsgáztak, azért tették ezt le, mert a szeptember-október-novemberi őszi érettségi időszakban ők előrehozott érettségizni fognak idegen nyelvekből. Tehát volt már azért munka, most is folyamatosan zajlik a munka, tanmeneteket írnak a kollégák, készülgetnek, tervezgetnek, pakolgatnak, zenészeink is, szegények már leltároznak, úgyhogy itt nagyon-nagyon megy már minden.
Ha már a zenészeket említetted, akkor semmiképpen sem akarom azt kihagyni, hogy délutánonként a gimnázium zeneoktatásnak, zeneóráknak is otthont ad. A zeneiskolai tanévkezdésről lehet-e már valamit tudni? Hát ugye nem szeptember 1-én kezdenek, nekünk itt szeptember 1-én, 4-én és 5-én pótbeiratásunk van, úgyhogy szeretném felhívni a szülők figyelmét, hogy aki zenét szeretne tanulni, írassa be a diákokat, írassa be a gyermeküket. Van új fúvós tanárunk, nagyon helyes, nagyon aranyos, éppen ott megy, és ő ki fog tanítani Csetényben is, és itt az Ircen is ellátja a fúvós diákoknak az oktatását. Úgyhogy készen állunk, fogadunk. Most kivételes évünk van, például most még tudunk fogadni egy-két embert zongorára is. Pedig ugye ott mindig sorban állás volt eddig, de most tényleg komolyan felhívom a figyelmet mindenkinek, aki zenéoktatásban gondolkodik, hogy akár még a zongorát is lehet választani. Tudunk hangszerben is segíteni a szülőknek, diákoknak ebben is. A gimnázium minden évben érdekelt különböző pályázatokban, és ugye tudjuk, hogy Európa Kulturális Fővárosa Program 2023 nagyon aktív a városunk életében, és úgy tudom, hogy a gimnázium életében is. Hogyan tudtatok kapcsolódni ez a kivételes programhoz? Hát az LKF projekten belül a MOME is pályázott, és mivel hogy ő is művészeti felsőoktatás, mi is csatlakoztunk hozzájuk, tehát bekerültünk az ő pályázatunkba. Ezt már egy éve folytatjuk. Tehát az első körben elmentünk 8 tanár kollégával egy továbbképzésre. Ott nagyon sok mindent megtanultunk, különböző játékokat, különböző foglalkozási módokat. Majd utána az volt a feladatunk, hogy itt az iskolában is mindenki legalább 3 fajta feladatot kipróbáljon, legalább 2 csoportjával, és ezeket dokumentáltuk, föltöltöttük, bemutattuk, videót készítettünk belőle. Majd ennek a következő felvonása az elmúlt hét hétvégéjén volt. Örvényesen csináltak egy nagy attrakciót az örvényesi strandon. Ott felállították ezt a Balatórium elnevezésű képzőművészeti alkotást, de nem is csak képzőművészeti, hanem építészeti alkotást is. És nagyon nagy örömömre sikerült úgy lobbiznom, hogy ezt a építészeti 7x7 méter alapterület balatóriumot megkaptuk mi, a mi iskolánk, és 3 évre fel fogjuk állítani az iskola kertjében, és már most szeretném megragadni a lehetőséget arra, hogy ajánljam majd azokat a programokat, amit ide fogunk majd szervezni. Ígérem, hogy hírt fogunk adni róla. Nagyon beindult a fantáziánk, rettentő sok mindent kitaláltunk már, és tényleg nagyon szívesen várjuk az óvodásokat, az általános iskolásokat, és Zirc teljes lakosságát, valamint a környező településekről is mindenkit. Hirdetni fogjuk majd ezeket a programokat. Ezt nagy örömmel várjuk. A Zirc ikonon is képviseltette magát az iskola, legalábbis a művészet is diákok. Igen, nagyon örültünk neki, és én kapva kaptam az alkalmon, hogy lehessen egy közös kiállítást elkészíteni Zirci születésű képzőművészeti alkotókkal, és ami éppen kezdő művész palántáinkkal. Én csodálattal tudok adózni ennek a kiállításnak. Én ennyire jó érzéssel még soha nem mentem be kiállításra. Nagyon-nagyon jó volt látni, hogy remek alkotások kerültek kiállításra. A mi diákjaink alkotásai is szerintem szépen képviselték az iskola munkáját. És jó érzés volt régi tanárokkal együtt ott lenni, ott lógni a falon ezeknek a munkáknak. Mi a legfőbb célkitűzése igazgatónőnek, akár az iskolával kapcsolatban, az iskola életével kapcsolatban, diákokkal kapcsolatban a következő tanévre? Azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy vidámak és boldogok legyenek a gyerekek, hogy ugyanúgy a tanárok, a dolgozók. Tehát ezt próbáljuk elérni, próbálunk ezért dolgozni mindenki együtt. Az is nagyon fontos, hogy továbbra is ugyanolyan megítélés alá essünk, tehát hogy egy befogadó, elfogadó és vidám intézmény vagyunk. A cél az, hogy jövőre is újra jöhessenek az új gyerekek, és meglegyen a létszámunk. És hát a cél az is, hogy a lehető legtöbbet tudjuk nyújtani a gyerekeknek,
és jól érezzék tényleg magukat. A Pápai Szakképzési Centrum Reguliantal szakképző iskolája és kollégiumában is hamarosan becsöngetnek. Igazgató urat kérdezem, hogy a nyár folyamán történt-e felújítás, megújulás az iskola életében? Igen, a nyáron is zajlott az élet iskolánkban, lehet azt mondani. Történtek felújítások is, amit ki lehet emelni, legnagyobb volumenű ilyen felújítások az informatika termünk, ahol már az előző tanévben új gépek érkeztek, most a nyár folyamán a bútorokat is ki tudtuk cserélni, illetve hát ugye itt a gépeknek az újra kábelezése is megtörtént. Egy másik kiemelendő projekt, amiben a felnőtt képzésben és a nappali rendszerű képzésben részvevő tanulók is részt vettek. Az egyik tantermünk újulhatott meg teljesen. Burkolók ugye a járólapozást végezték a tanteremben, a festő tanulóink pedig ugye a festő munkálatokat, úgyhogy van egy szépen megújult tantermünk is az idei tanévre. Személyi változás lesz-e az intézményben a következő tanévben? Hát személyváltozások, lehet azt mondani, hogy azért minden tanévben vannak, így ez a tanév sem kivétel. Vannak ugye nyugdíjba vonuló kollégáink, akik közül többen azért visszalesznek, csúnyán mondva visszalesznek foglalkoztatva, tehát óraadóként maradnak még nálunk. Vannak olyan kollégák is, akik távoztak az intézményünkből, illetve vannak új kollégák is, két új kollégával bővül az oktatói testületünk, egy angol szakos oktatóval, illetve a dobbantó programban egy mentori tevékenységeket ellátó oktató is jött hozzánk. Az új tanévben milyen képzések indulnak az iskolában? A 23-24-es tanévnek 9. évfolyamon 4 osztállyal vágunk neki, ebből egy technikumi osztály és 3 szakképzőiskolai osztály van. A technikumi osztály ugye 2 képzésből áll, 2 ágazatból. Az egyik ugye a logisztikai technikus képzés, a másik pedig a kisgyermekgondozó nevelő. Szakképzőiskolában pedig lesz egy osztályunk, ahol vendéglátás, turizmus ágazaton szakácsok, illetve pincérek fognak tanulni. A második szakképzőiskolai osztályunk az egy építőipari ágazatban levő osztály lesz, ahol burkolók, festők lesznek majd a tanulók, és a harmadik ilyen szakképzőiskolai osztályunk is egy vegyes osztály, ahol kereskedelmi értékesítők, illetve mezőgazdasági gépészek fognak tanulni. Továbbá indul dobbantó program iskolánkban, ugye akik az általános iskolát valamilyen okból kifolyólag ugye nem tudják elvégezni, de már elmúltak 15 évesek, nekik van egy lehetőség, hogy szakképzőiskolában folytassák tanulmányaikat, úgyhogy indul egy ilyen osztályunk is, illetve az előző tanévben a sikeresen végzett dobbantó programosoknak a továbbhaladása az a műhelyiskola, úgyhogy műhelyiskolai képzésünk is lesz az idei tanévben, ami ugyancsak egy újdonság, nem volt még ilyen. Az esti, illetve a felnőtt képzésről melyek a legfontosabb tudnivalók? Ugye folyamatosan hirdetjük az esti képzéseinket és felnőtteknek szóló képzéseinket, ami már úgy biztosra vehető az az érettségi felkészítő, tehát ide még egy-két üres hely azért talán akad, úgyhogy még lehet jelentkezni. Ugye fontos, hogy itt valamilyen szakmai, iskolarendszerű szakmai végzettséggel rendelkezzenek a jelentkezők, és így 2 év alatt meg tudják szerezni az érettségi bizonyítványt, illetve szakmai képzéseket is tervezünk, ilyen a szakács, a festőmázoló, tapétázó, a CNC programozó, illetve a logisztikai technikus, ez az utolsó, a logisztikai technikus az érettségihez kötött. Ezek a képzések úgy körülbelül egy olyan másfél éves terjedelműek lesznek. Az első tanítási nap hogyan telik majd a diákok életében? Az első tanítási nap a szeptember 1-e péntek lesz, 7:30-tól van gyülekező, kiírás szerint az osztálytermekben gyülekeznek a tanulók, és 8 órakor pedig, hát reméljük jó idő lesz azért, esőmentes idő lesz, az udvarról lesz 8 órakor a tanévnyitó ünnepség, azt követően pedig osztályfőnöki órák lesznek délig. A tankönyvekről mit kell tudni? Augusztusban megérkeztek hiánytalanul a tankönyvek, ugye itt a nyári időszakban esetleg akik most iratkoztak be pótbeiratkozáson, ugye ők majd a pótrendeléssel fogják megkapni a tankönyveiket, de amit leadtunk rendelést, azok hiánytalanul megérkeztek, már az osztálytermekbe ki vannak készítve, és a tanulók ott át tudják majd venni az osztályfőnöki napon elsőjén.
Kedves nézőink, magazin műsorunkban a Reguliverzum kiállításon kalauzolja végig a látogatókat dr. Rutkai Miklián Eszter, az intézmény korábbi igazgatója. Ezzel az összeállítással zárjuk adásunkat. Szeretettel köszöntök mindenkit, akit ismerek, és akit nem ismerek, őket is. Jó napot kívánok! Rutkai Eszter vagyok, és a kiállításnak a rendezője, úgyhogy az újranyitás alkalmából gondoltuk, hogy tartanék egy tárlatvezetést. A finn barátok majd kijavítanak, hogy nem úgy mondom, ahogy múltkor, mert ők már kívülről fújják a történetet. Úgyhogy igazából ez egy kicsit változtat is ugye a helyzeten, hogy olyanok vannak, akik azért már ismerik a két esti, mindannyian voltatok már, ugye, vezetésen? Mert akkor azért kicsit más, hogy lehet haladni, mert hogy azért délelőtt is volt itt egy forgatás, és hát azért abban maradtunk, hogy olyan 4-5 óra, hogyha az ember úgy rendesen körülnézne. Tehát, hogy szerintem most az egy óra alatt ilyen szép, kényelmesen végig sétálunk, és fogok mesélni is, és mondani is, hogy itt, hogyha az embernek van türelme, mit lehetne még látni. Reguli Antal a jelenlegi tudásunk szerint ebben a házban született Zircen, ugye 1819. július 11-én, és hát többek között azért is van itt a múzeum. Ugye vannak kételyek, hogy esetleg nem ez volt az a ház, hanem egy másik ház volt, a szülőház. Ezt majd reméljük, hogy a helytörténész kollégák egyszer kibogarásszák a veszprémi levéltárban, hogy van esetleg valami pontosabb forrás, ami egy olyasmi forrás lehetne, hogy Reguli Antal édesapja, Reguli István az apátságnak az ügyvédje vagy fiskálisa volt, magyarul ő gondozta a jogi és pénzügyeket, tehát az apát jobb keze volt abban az időszakban, amikor az Zirci apátság ugye óriási fellendülésen ment keresztül, tehát ez a reformkor időszaka. Ugye tehát az apátság történetéről annyit feltétlenül érdemes tudni, hogy 1814-től önállósodott, ugye addig egy fiók intézménye volt a Heinrichaui apátságnak, önállósodott, tehát a jövedelem nem ment el, jó, maradt egy csomó adósság is, de ezt kifizették, és utána a jövedelemből gyarapodtak, tehát tulajdonképpen a mostani apátság épület az egy akkori átépítésnek az eredménye, tehát azt úgy gondolhatjuk, hogy azt mondjuk Reguli István menedzselte le ott az építkezést. Úgyhogy körülbelül így kell elképzelni Reguli Antalnak a családi hátterét, tehát mondjuk, ha egyszer találna valaki egy olyan dokumentumot, hogy az apátsággal kötött munkaszerződésben mondjuk egy szolgálati lakást hol kapott Reguli István, akkor kiderülhetne ugye ez, hogy hol született pontosan Reguli Antal, hiszen a Reguli Antal utca elején lévő egyik házról is van olyan forrás, hogy esetleg ott lakhattak. Tehát, hogy ezt én ebben nem vagyok kompetens. Én Reguli Antalnak inkább a szibériai kutatásai miatt kerültem tulajdonképpen ehhez a témához közel, hiszen mindenki, aki finnugor nyelvészettel, különösen Hantikkal és Mansikkal foglalkozik, annak ugye Reguli Antal a kiinduló pont, tehát Reguli Antal gyűjtése. Hogy előre vetítsem az egész életművét Regulinak, tulajdonképpen azt fogjuk megnézni, és arról szól a kiállítás, hogy ez alatt a röpke 39 év alatt, amiből tulajdonképpen maga a tudományos expedíció, ez a hatalmas utazás, ez olyan 7 év volt, ugye 1839-től 47-ben jött haza, de 46-ban már visszaért Szentpétervára, hogy ez alatt, az utazás alatt Reguli Antal mit csinált, és persze megpróbáljuk azt is megnézni, miért csinálta ezt, mi indította erre, és azt is, hogy az a tudás, a mögött még mi van, magyarul, hogy ezek a népek, akiket ő meglátogatott, és onnan hozott nyelvészeti és folklór anyagokat, meg tárgyakat, hogy ezek hogy élnek ma, mit tudunk róluk ma, tehát erről inkább majd a padláson lesz szó. Tehát Reguli Antalnak a fő eredménye az volt, hogy abban az időben, amikor még nem rendelkeztünk megbízható forrásokkal ezeknek a népeknek a nyelvéről és az életéről, viszont már nagyon szerettük volna tudni a magyar nyelv és a magyar nép eredetét, akkor ő elment, végig látogatta ezeket a területeket, és tudományos felkészültséggel pontos információkat hozott róluk. Tehát nem az, hogy valaki látott egy olyat, aki azt hallotta, hogy, hanem elment, megnézte, leírta, feltérképezte, feljegyezte, hazahozta. Az egy nagyon szomorú dolog, ugye, hogy 39 éves korában tulajdonképpen váratlanul meghalt, de rengeteget betegeskedett előtte is, sőt, már a nagy utazása előtt is, tehát ő már a Szentpéterváron mielőtt elindult Szibériába, már akkor is sokat betegeskedett, tehát igazából az anyagát ő maga nem dolgozta föl.
Tehát ő soha nem mondta azt, hogy a magyar nyelv finnugor nyelv, egyébként se pro, se kontra nem nyilatkozott, egyébként szerintem nem azért, mert nem ez volt neki már a fontos, én azt gondolom. Viszont az az anyag, amit hazahozott, az tulajdonképpen a mai napig ad munkát az utókornak. Tehát egyrészt ugye a folklór és a nyelvészeti anyagot azt már a nagy tudósaink feldolgozták, de jó sokáig tartott nekik, és tulajdonképpen a magánlevelezését és a naplóit azt mi még most írogatjuk át, németből fordítjuk magyarra, meg fordítjuk oroszra, ugye a Gulyás Zoltán térképész kollégámmal, akinek ugye itt a kiáltás elkészítésében is nagyon fontos szerepe volt, és akivel együtt dolgozunk Reguliantal hagyatékának a közzétételén. Egyébként a kiállításnak a forgatókönyvét hárman jegyezzük, csak a rendkedvéért, ugye Sziráki Zsófia, finnugor nyelvész kolléganőnk segített nagyon sokat abban, hogy a nyelvészeti rész és a nyelvi anyag összeálljon. No, hát az első teremben rögtön a sűrűjébe érkezünk, hiszen a Reguli Antal által hozott eredeti tárgyakat láthatjuk, ami hát egy óriási nagy dolog, hogy itt lehetnek kiállítva az Ircen. Ugye Reguli Antal, amikor 1847-ben hazatért Magyarországra, akkor egy 92 tételből álló listát írt össze többekkel, amiben az általa gyűjtött tárgyi anyagot oda ajándékozta, hát először az akadémiának adta, aztán a Nemzeti Múzeumba került, ugye itt látjuk István Nádor köszönő nevelét az adományért, és onnan került aztán, ugye a Nemzeti Múzeumból váltak ki a mai nagy múzeumok, tehát a Természettudományi Múzeum, a Néprajzi Múzeum, ugye a Néprajzi Múzeum most 150 éve, és akkor ezek a néprajzi tárgyak a Néprajzi Múzeum gyűjteményébe kerültek, és így most a Néprajzi Múzeumnak tulajdonképpen a megalakulás előtti legelső gyűjteményét jelentik, tehát ez egy óriási kincs. Na most a 92 tétel az nem 92 tárgyat jelent, hanem többet, de ebben mondjuk koponyáktól kezdve régészeti leletig minden van, szárított rókaprém, tehát mindenféle volt benne. A néprajzi tárgyakból, ugye Reguli Antal 1847-ben ért haza, utána gyógyfürdőkben töltötte azt az időszakot, amíg itt ugye megfordult a világ, aztán visszafordult. Tehát amikor ő 50-ben Pesten elkezdett dolgozni könyvtárosként az egyetemi könyvtárba, akkor nagy valószínűséggel éppen nem a finnugor rokonság érdekelte a közvéleményt. Tehát a tárgyaknak elég hányatott sorsa lett. Ugye ilyen visszaemlékezésekből lehet tudni, hogy ott a Nemzeti Múzeum folyosóján ilyen ládákba hevertek, és hát ugye a rénszarvas prém az egy abszolút csemege az európai molyoknak, tehát teljesen tönkrementek, úgyhogy hivatalos döntés alapján például a rénszarvas prémből készült tárgyakat el kellett égetni, nem lehetett velük semmit csinálni. Úgyhogy a többi tárgy is rongálódott. A mai napig körülbelül 50 tárgy van meg a Néprajzi Múzeumban. A körülbelül azért mondom, mert folyamatosan változnak az elképzeléseink, hogy mi az, ami tényleg Reguli hozott, mi az, ami csak valamiki valamikor az ő nevéhez kötötte. Elég jó nyomon követhető azért, de most ez éppen a kutatásban van. Itt éppen az egyik kis makett, amit hozott egy Hanti, és egy Mansi téli lak néven fut. Ez például nem az a makett, ami Mansi téli lak néven futott a Néprajzi Múzeum gyűjteményébe, viszont amikor kezembe vehettem ezeket a tárgyakat, amikor válogattuk a kiállítást, akkor kiderült, hogy ezeknek a kis házaknak több makettet hozott Reguli, le lehet venni a tetejét. Nagyon sokat gondolkoztunk, hogy ki tudjuk-e úgy állítani, de aztán elengedtük ezt a problémát, és belül is van berendezés. Tehát amikor ránéztem arra a kis házra, amire az első, a Néprajzi Múzeum első igazgatója, Xantusz János ráírta, hogy Vogul téli lak valami alapján nyilván, akkor döbbenettel láttam, hogy annak köze nincs a Vogul téli lakhoz, hanem hogy az valószínűleg a Reguli által fölírt Volga vidéki gabonás hombár, mert ugye ilyen fakkok voltak benne. És kívülről is olyan furcsa volt nekem. Tehát, hogy olyan kis tornáca volt, ami egyáltalán nem jellemző a Mansi házakra, és mondtam, hogy na hát milyen aranyos volt az ő Mansi segítője, hogy ilyen szép kis házat rittyentett neki, hogy örüljön biztos a Reguli, mert nem értettem, hogy miről van szó. És kiderült, hogy ez nem az, viszont amikor levettem akkor az összes makettnek a tetét, ugye 4 makett van Regulitól, az egyik az viszont valóban egy olyan berendezett hanti ház volt, amiben én is laktam. Tehát
hogy ezt nincs mivel összekeverni, úgyhogy azt most már a Néprajzi Múzeumban szépen átleltároztuk, és hát ugye a vitrinnel is gondban voltunk, hogy be fog-e férni, mert ez a valóban vogult télilak a sokkal nagyobb, mint az a kis gabonás raktár, ami a múzeumban télilakként szerepelt. Úgyhogy ilyen tulajdonképpen apróságok, de hát nagyon izgalmas dolgok derülnek ki, hogyha az ember elkezd foglalkozni ezzel a témával. Igazából soha nem gondoltam, hogy ilyen problémák lehetnek, hiszen tudósok sora írt már a reguli gyűjteményről, tehát nem gondoltam, hogy ilyen meglepetések érhetik még az embert. Úgyhogy itt látunk egy kis sílécet, még egy kis szánkot, ugye a lábas kamrának már reguli írja, hogy a lába nincs meg, de azt nem, hogy volt-e neki, azt nem tudjuk, de már ő is azt írja, hogy láb nélkül, és leírja még azt a kis lépcsőt, ugye még ilyen gerendába bele csapott kis nyomok. Térjünk vissza a tárgyakhoz, ugye mégiscsak ehhez a viselethez, ugye, ami tényleg a csúcspontja a reguli gyűjtésének, három ilyen inget hozott. Ezek legalábbis részben csalánszövetből készültek, ami ugye hát mindenkinek a 12 testvér meg a hattyús mesékből lehet ismerni ugye a csalánszövetet, és hát én legalábbis gyerekkoromban mindig azt hittem, hogy ez egy büntetés volt, hogy nem elég, hogy fonni kellett, de még szúrt is. Nem. A csalán az nem szúr már akkor, amikor fonni kell belőle, mert azt a fagyok után gyűjtötték, és utána dolgozták föl, kicsit más a szerkezete, mint a kendernek, tehát nem úgy kell, hogy föl kell hasítani, és úgy kiszedni a rostokat. Már használták például halászhálókhoz is, fontak vonalat, és csak a déli területeken volt az, hogy szőttek is belőle, és ezeket a gyönyörű mintákat varták. Éppen lent erről beszélgettünk, hogyha megnézzük, hogy itt van egy csomó svasztika, magyarul horogkereszt hímezve rá, ami én azért örülök, hogy pont ezt az inget kaptuk meg a Néprajzi Múzeumtól, mert ez nagyon szépen mutatja, hogy azok a nagyon messzi északi területek tulajdonképpen az elképzeléseinkkel ellentétben egyáltalán nem voltak elvágva a déli területektől, hanem hogy igenis ott voltak kereskedelmi és kulturális kapcsolatok, amiknek tárgyi, meg vallási, meg egyéb nyelvi hatásai is voltak. A nyílveszőkről mindenképpen szeretnék még beszélni, fönt a padláson is fogunk látni. Ezek azért különösen fontosak nekem a reguli hagyatékban, egyrészt mert szépek és érdekesek, de hogy van köztük 7 nyílvessző, még nem tudom, hogy meg fogjuk-e találni, hogy mondjuk a 20-ból melyik az a 7, amit a reguli búcsúajándékként kapott az egyik mansi fejedelemtől. Ugye a mansik a 18. században, amikor az orosz hódítás elért hozzájuk, akkor ilyen kis fejedelemségekben éltek, ezek, tehát ilyen feudális jellegű társadalomban, és ilyen hűbéri rendszerben, és ezért ugye ez a fejedelemségnek a nyoma az megőrződött később is az orosz adminisztráció alatt is, ugye hát ilyen helyi vezetők maradtak a fejedelmek, és a szigvai fejedelem, amikor reguli elutazott, akkor 7 nyílvesszőt ajándékozott neki egy tegezben, ezt így tudjuk, de hogy melyik lehetett az a 7, azt én még nem tudom, de hát nem tudom, hogy valahogy is a nyomára lehet akadni. Lényeg az, hogy önmagukon túl van egy ilyen szimbolikus jelentőségük is a reguli általozott nyílvesszőknek. Reguli Antalnak az őslakosokkal való kapcsolata az valami egészen elképesztően megható, azt kell, hogy mondjam. Tehát, hogy nincs olyan néprajzkutató szerintem manapság, aki ezt elbírná érni náluk azt a tiszteletet és hódolatot. Ugye nagyon sokszor mondjuk, hogy a néprajzkutatók sokszor ilyen leereszkedőek, sőt, néha agresszívak is ugye az őslakókkal, a reguli egyáltalán nem ilyen volt, tudta azért a jót meg a rosszt bennük, de hogy óriási tisztelete volt, óriási tiszteletet vívott ki magának, már csak a ténnyel, hogy ott megjelent. Tehát hozzá zarándokoltak a gazdag mansik, például Alekszej Kazimov, hogy lássák azt az embert, akit azért küldtek ide, hogy őket megismerje. Tehát, hogy ez ami annyira más minőség volt, ugye, aki nem adót szedni akart, nem keresztelni akart, hanem meg akarta ismerni őket. És ezért tényleg fantasztikus, erős kapcsolatok alakultak ki közte és az adatkozói között. Ugye a leghíresebb ugye Baktyár, aki feltehetően azt a kis házmakettet, meg a többi kis makettet is készítette. Úgyhogy ez egy legendásan jó kapcsolat, és ezt mi sem mutatja jobban, hogy tulajdonképpen Reguli Antal olyan 3-4 hét alatt megtanult mansiul, ezt azért úgy ízlelgessük. Tehát megérkezett, és amikor berendelték neki a 2 vogult, ugye az egyik Jurkina volt, a másik Baktyár, ez valamikor december közepén volt, és január közepén már azt írja haza az akadémiának is, meg Pétervárra, Ber akadémikusnak, hogy
hogy meglehetősen jól bírom a nyelvet, a kiejtésemet nagyon dicsérik, és kilométer számra már gyűjtötte a folklórénekeket, és leírta, hogy milyen folklór alkotások van, tehát hogy vannak a medvéénekek, a hősénekek, az egyéni énekek. Tehát, hogy ezt mind már értette is, mert el le tudta írni, hogy mik a jellemző folklór alkotások. Elképesztő. Tehát képzeljük el, hogyha egy teljesen vadidegen kultúrába, hogy képzeljük el, hogyha ilyen gyorsasággal és sűrűséggel beszippantotta tulajdonképpen a mansi kultúra, és hát ugye ezzel próbál, tehát a leveleiben nagyon szép ez, amikor elkezd írni valamit, és akkor meg kell, és akkor elmentünk ételáldozatot tartani, mert ugye a lovat szoktak, és akkor, ja, mert egyébként tekintetes uram, ugye látok, hogy a bálvány imádok, és akkor szóval mindig el kellett magyarázni, mert ilyen öt lépésenként rohant a reguli, és hát el kellett ugye Európának magyarázni, hogy mégis akkor ez hogy is zajlik ez az egész folyamat. Na, hogy az időrendet azért ne zavarjuk meg teljesen, tehát elindult Reguli Antal, nem tudjuk, hogy miért. Nem tudjuk, hogy miért és hova indult. Azt tudjuk, hogy lediplomázott, tehát volt egy jogász végzettsége, volt 20 éves, övé volt a völgyi gazdag apukája és egy még gazdagabb zirci apát, aki támogatta. Tehát volt lehetősége utazgatni már korábban is, és azt tudjuk, hogy elindult. Az utólagos magyarázatok sokszor említik azt, hogy talán Nyugat-Európába valahol tovább akar tanulni, de ez már lehet, hogy csak így a tudományos karrierhez ilyen visszavetítés. Lényeg az, hogy előbb-utóbb nem nyugatra fordult, hanem északnak, és Hamburgból kezdenek ezek a furcsa levelei jönni, hogy őt mindig nagyon vonzotta a zordon észak, és hogy hát akkor most akkor oda elmenne, és elkezdte mondani, és hogy kedves szüleim, ugye ügyvédeknek nem kell magyaráznom, remekül tudott érvelni, ugye Reguli Antal, kedves szüleim, szeretnék elmenni észak fővárosába, Szentpétervár, és sokkal olcsóbb lenne most egyenest odautaznom, mint ha hazamennék, és vissza kéne mennem, hogy megnézzem, ugye? Úgyhogy kedves szüleim, küldjenek pénzt. Tehát körülbelül ezek, ilyen, a levelei körülbelül ebben a stílusban íródtak, hogy elmondta, hogy hol volt, hova szeretne még menni, és hogy várja ehhez a támogatást, ami egy ideig jött, és aztán ugye egyre türelmetlenebbé váltak a szülők is, meg az apát úr is, de ez már a történet folytatása. Na most ugye eljutott Stockholmba, és ott történt az a nagy találkozása, ahol a királyi könyvtár, vagy Arvidsson nevezetű finn tudós felhívta a figyelmét, hogy jó lenne már itt ezt a nyelvrokonság kérdését felgöngyölíteni, mert azért a gondolat az már rég benne volt, legalábbis a tudományos közvéleményben bőven, hiszen ha más nem, Sajnovics művére, ha gondolunk, hogy 1770-ből ugye az első nagy és közutálatnak örvendő művének, akkor azt már lehetett ismerni, hogy utána már Gyarmati Sámuel műve is megjelent, tehát volt már mibe kapaszkodni, és a finneket is izgatta ez a kérdés, hogy akkor most van-e a magyarokkal rokonság, vagy nincs, meg hát ugye a magyar reformkorban is ez már fontos kérdés volt, és Reguli Antal szemléletesen nem nagyon akart jogászként dolgozni itthon valamelyik jó kis vármegyében, hanem ezt egy nagyon szép feladatnak tartott, hogy na akkor itt egy nagy feladat a honért, amit meg lehet tenni, ugye a féle lelkes reformkori ifjú volt, és innentől aztán ugye fölült az utolsó hajóra, a jégtáblák között szépen áthajózott Finnországba, és tulajdonképpen onnan kezdődik a tudományos kaland. Na, úgyhogy még végigmondom azért mégiscsak. Tehát eltöltött másfél évet Finnországba, megtanult elég jól finnül, elkezdett lappul is tanulni, és ez alatt arra jutott, hogy ha valahol érdemes ezzel a nyelvrokonsággal foglalkozni, az nem itt van, hanem minél távolabb keleten, a antik és a mansik között talán, ugye akkor még ez nem volt teljesen világos, de pontosan, hogy például a Gyarmati Sámuelnek a munkájában azért már sok nyelvnek az anyaga benne van, ilyen szólista szinten, és ezért átment Szentpétervárra, hogy ott készüljön föl egy expedícióra. További két évet töltött Péterváron, akkor már a Magyar Akadémia ígért segítségével, tehát a szülők itt már azt mondták, hogy eddig fiam, és ne tovább. És Péterváron töltött két év alatt a lehetőségek szerint mindenféle tudományból felkészült, és nem csak azóta már tudjuk, hogy finnugor népekből, nem török-mongol nyelvekkel is foglalkozott, hogy ne legyen egyoldalúsággal megvádolva, de azt választott, hogy mégiscsak ezek a finnugor nyelvek azok, amikkel érdemes foglalkozni, és utána indult el az Urál-hegységbe és az Urálon túlra, ahol újabb másfél évet töltött, és tulajdonképpen ez a kutatásainak a csúcsa, az a komplex kutatás, amit a mansik és a hantik között végzett, ahonnan fantasztikusan gazdag nyelvészeti néprajzi és tárgyi anyaggal jött vissza, mellesleg, ha már arra járt, megcsinált az Urál első térképét is. Úgyhogy ezután, az út után
haza indult, de egy évet még töltött a Volga vidéken, és onnan hozta ezeket a tárgyakat, ezek már nem szibériaiak, hanem a Volga vidékről való tárgyak, ugye azok földműves kultúrák, egész más tárgyvilággal, úgyhogy itt egy főkötőt látunk, és szép fém ékszereket, és csak azután tért vissza Szentpétervárra, ahol összeállította térképész segítségével ezt az Urál térképet, amiről lesz majd sok szó később, és úgy jött haza 47-ben Magyarországra, egy rövid látogatásra, ugye hazajött nem Zirce, hanem akkor a szülei már Csákányban laktak Pozsony mellett, nyugdíjba vonult az édesapja, és Pestre is ellátogatott, ugye bemutatkozott élőbe is az akadémiának, hiszen az akadémia csak levélből értesült arról, hogy van ott egy ilyen okos fiatalember, aki elkezdett ezzel a kérdéssel foglalkozni, és átadta a tárgyakat, és visszavonul Németországba gyógyfürdőkben kurálni a meglehetősen pocsék egészségét. És utána aztán hol hazajött, hol visszament, hogy mondtam, 50-től Pesten dolgozott az egyetemi könyvtárban, részt vett az akadémia munkájában, mindenfélét csinált, meg tudom fényképezni, mindenféle új tudományos kihívásokat választott, és hát ugye tudom, nagyon várta már az akadémia, hogy nyilatkozzon a nyelvrokonságról, hát végül is azért finanszírozták, hogy mondjon valamit, nem nyilatkozott, és aztán a nyakára küldték Hunfalvi Pált, ugye a kor elismert nyelvészét, hogy most már aztán üljenek le együtt, és kezdjék el feldolgozni az anyagot, mert ez így nem megy tovább, és nagyon szépen is haladtak a munkával, legalábbis utólag ezt írta Hunfalvi Pál, tartottak egy nyári szünetet, és Reguli összeesett és meghalt 1855. augusztus 23-án. Utána Hunfalvi Pál kiadott egy könyvet, ugye a Vogul Föld és Nép, Reguli Antal hagyományai alapján, és utána indult ez a nagyon nehezen menő hagyatékfeldolgozás, ugye a kommentárok nélküli kéziratoknak a feldolgozása. No, Reguli Verzum, honnan a cím? Ugye a címmel azt szerettem volna sugallni, hogy azt az univerzumot szeretném megmutatni, ami Reguli fejében lehetett, amikor visszajött az utazásából. Tehát itt a Hanti világkép rekonstrukcióját láthatjuk Schmidt Éva tollából. Ugye szépen látszik, hogy az erdő, meg a település, hogy válik el a szent és a nem természeti szféra, felső világ, középső világ, ahol az emberekének az alsó világ, ugye, ahol a betegségek laknak. Úgyhogy ezzel az univerzumul építettük össze Reguli Antalt. Na most, ahogy megyünk a kiállításban, van néhány kapaszkodó, hogy hogyan kövessük a kiállítást. Ugye van egy idővonalunk, amin szépen Reguli Antal tartózkodási helyei dátumokkal végigkísérnek minket az életútján, és vannak ezek a szóblokkok, amikkel tulajdonképpen arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ezek a finnugor szavak, ugye jó, a finn barátok ismerik őket, de azért sokan nem, hogy amikor a finnugor nyelvrokonságról tanul valaki az iskolában, vagy szó van róla, akkor általában egy ilyen pálcikás családfa, és igazából, hát igen, az alapnyelvi szavak, de hogy melyikek is pontosan azok a szavak a magyar nyelvben, amik a finnugor eredetűek, és minden nap használjuk őket, tehát ezek a nagyon gyakran használt szavaink, azokból válogattam egy sorozatot ugye a témához megfelelően mindig, tehát az él ugye ott, ahol elkezdődik, megszületik Reguli Antal neve, és itt látjuk azokat a finnugor, és hát nem csak finnugor, hanem úgynevezett uráli nyelveknek az adatait, amikben megvan ugyanennek a névnek a, tehát ugyanebből a szóból eredő verzió. Picikek is rajzokat látunk mellette, ez minden népnek van egy úgynevezett népjele, ugye a díszítő művészetükből választottuk ki, és hogyha itt megnézik, szépen a tárgyfeliratokban is például találkoznak ezekkel a jelekkel, mindig a megfelelő népnek a jele az ott szerepel, hogy még könnyebben azonosítható legyen. Na, hát akkor kukkancsunk be itt a korabeli Zircre, ahol tulajdonképpen a történet elkezdődik. Ugye ennek a teremnek a koncepciója az azt próbálnánk megmutatni, hogy a gyermek Reguli Antal számára hogyan nyílt ki a világ. Tehát ugye középen áll a Zirci apátság és a Zirci főtér. Ugye itt a múzeum épületének a korabeli makettje, ugye ez egy 1806-ban készült térkép, dátum szerint ez van legközelebb Reguli Antal születéséhez, ugye sok érdekességet látunk rajta, ezt mindenki megkereseti a saját házát, aki rajta van, az enyém spéci rajta van, és ugye azzal, hogy Reguli Antal valószínűleg itt nőtt föl,
ugye az apátság vonzásában. És biztos, hogy volt egy ilyen bakonyi képe, ugye a természeti környezet, és tehát az édesapja révén a különböző ciszterci birtokokat is biztos jól ismerte, és körbe a falon pedig azokat a magyarországi eseményeket látjuk, ugye elsősorban a tanulmányaival kapcsolatban, ugye az első oldal az a család, itt a tanulmányok, egyetemi évek és az első utazások. Ugye a fönti idővonalat alul is kiegészítik kis részidővonalak, ugye mindig az adott falhoz tartozóan. Ugye a családról szóló rész az a zirci történeti eseményeket, ugye 1814-ig, ahogy beszéltünk róla, hogy az apátság függetlenedéséig, ugye egy családfával, a két zirci apáttal, aki nagyon fontos volt Reguli életében, ugye a Dréta Antal, aki a keresztapja volt, valószínűleg tőle kapta a nevét is, ugye az Antalt, és ugye Vilaksz Ferdinánd, aki a következő apát volt, aki alatt szintén dolgozott Reguli István, aki támogatta Regulit, és családi szálak is összekötötték őket valahogy, nem tudjuk pontosan hogyan, hiszen Vilaksz Ferdinándnak az édesanyja Reguli lány volt. Tehát, hogy valami kapcsolat biztos, hogy volt köztük. Ugye itt az iskolai évekről látunk egy kis beszámolót, hogy a Reguli Antal édesapja írt az akadémia számára egy összefoglalót, amikor az akadémia elkezdett érdeklődni Reguli Antalnak az utazása iránt, tehát azt láthatjuk itt, és hát különböző kis apró idézeteket mondjuk sikerült megtalálni a Pesti Jogi Egyetemnek az órarendjét abból a három évből, amikor Reguli Antal ott tanult, úgyhogy azt is kiállítottuk, és itt ebben a kis könyvben pedig olyan, ez a rejtélyek könyve, vagy mit nem tudunk Reguli Antalról. Ugye egy kiállításról elvárható lenne, hogy mindent tudjon Reguli Antalról, nem tudunk mindent Reguli Antalról. Már említettem a szülőház kérdését például. Másik, a születési dátuma is változott a tudásunk szerint, hiszen nagyon sok lexikonban például július 13-a van beírva, fogalmam nincs miért. És a mai napig látom ezt életrajzokban, ez így beleragadt a köztudatba, de amikor a síremlékek készült, akkor rákérdeztek az édesanyjánál, és a július 11, és ugye július 11-ről már a keresztelési bejegyzés is megvan, tehát biztos, hogy nem később, mint július 11 korább még lehet, de később biztos nem. Ugye nagy kérdés Regulival kapcsolatban mindig, hogy Regulj vagy Reguli. Ugye ez az az írásmód, amit ha a Kodályt meg a Tökölit, ha nem tudjuk, akkor nem tudjuk eldönteni, hogy miért úgy ejtjük ki. Úgyhogy én erre kigyűjtöttem néhány példát, és nagyon sokszor van, hogy pontos ível írják a nevet, tehát én a magam részéről meg vagyok győződve, hogy a Reguli Antal a helyes kiejtési mód, és nem a Regulj, de ez csak egy érdekesség. Ugye nagyon érdekes, hogy mi lehetett az anyanyelve. Az utazása során a leveleit, sőt a naplóit is német nyelven írta, meg amik a manysi szótárat is német nyelven fordította meg oroszul, és nagyon sokan még azt is mondták, hogy talán nem is magyar volt az anyanyelve, de erre aztán sikerült találnom egy szép idézetet egy német nyelvű levélből, ugye, hogy végre magyarul beszéltem egy egész fél napot, és végre most már tudom, hogy mit jelent az anyanyelv valakinek. Tehát azt gondolom, hogy nem kell kétségbe vonni Reguli szavait, itt magyar volt az anyanyelve, de valóban ez egy kérdés. De hát azt gondolom egyébként, hogy aki egy kicsit is ismeri Zirc történetét, az mondjuk azon nem akadna fönn, hogyha két nyelvű lett volna, hiszen a magyar és a német nyelvű lakosság az teljesen normálisnak képzelhető el ebben az időszakban. Ugye az egyetem elvégzése után, mondjuk például olyan kérdések engem nagyon izgatnának, de nem tudom, hogy valahogy is ki fog-e derülni, például amikor a Pesti Egyetemre járt, arra az időszakra esik a 38-as nagy árvíz, ugye Wesselényi, hogy vajon hol volt Reguli? Mit csináltak a jogi diákok akkor? Tehát, hogy, mert ezek tudnák élővé tenni, hogy tényleg milyen is volt a fiatalkora, bár nagyon sok kis apró levélkét találtunk, hogy énekórára járt, hogy rajzórára járt, hogy csináltatott magának bornyúbőr hátizsákot, ugye az utazásaihoz, meg milyen kabátot csináltatott. Tehát nagyon sok érdekesség kiderül az ilyen odavetett fél szavakból is. Úgyhogy ebből azért sok minden, például az kiderült, hogy az zirci apátságnak a különböző peres és egyéb szerintem félig publikus, vagy inkább egyáltalán nem ügyében eléggé járatos volt. Tehát azért ő Pesten ebédelgetett olyan helyeken, ahol és édesapám majd figyeljenek arra a pörben, amikor jönnek föl, hogy. Tehát egy ilyen kis beépített ember volt a Pesten. De ez egyébként nagyon érdekes az ő politikai irányultsága. Nem tudok róla nyilatkozni, de nagyon érdekes lenne tudni, nem akarok
kell hamarkodottan semmit mondani erről. Azért az írci apátságról tudjuk, hogy eléggé császárhű volt. Tehát, hogy elmentek szerzetesek honvédnek, ahogy tudom, ebben nem vagyok túl jó. Lényeg az, hogy Reguli is ugye nagyon magas kapcsolathálóval rendelkezett Pesten is, és ugye a forradalom alatt hát itthon is volt, meg nem is. Tehát, hogy ő neki az egészhez milyen lehetett a viszonya, meg aztán a világosi fegyverletétellel, ugye a Gulyás Zoli szépen kibogarázta, hogy ő a Paskievicssel együtt ebédelt a Balugyánszki király esküvőjén. Tehát, hogy milyen lehetett az neki, nagyon nehéz lehetett valószínűleg feldolgozni az egészet. És ugye a betegsége miatt gondoljuk, hogy nem vett részt a forradalomban, de azért most találtam leveleket, hogy akkor Csákányban volt már inkább, és egyébként nagyon vacakul is volt, de hogy ezt tartotta el vissza, vagy valami más, vagy hogy ez neki, ez az egész politikai, vagy egyszerűen nem ismerte ki magát a helyzetbe, hiszen nem volt itthon előtte 7-8 évig, tehát hogy ez egy nagyon érdekes kérdés, igazából nem tudom, hogy lesz-e valahol olyan forrásunk, hogy határozottan lehessen erről bármit is felelősség teljesen nyilatkozni. Ugye Finnország felé, de azt akkor ő még nem tudta, hogy Finnország fele utazik, hanem ahogy ugye említettem, eljutott Svédországba, és ott találkozott Arvidssonnal, és az ő biztatására ment át Finnországba. Ugye itt középen ezen a kis pulpituson láthatjuk a Finnországba tett utazását, ugye az egész Finnországot bejárta körbe, de nem ezzel kezdte, hanem Helsinkiben tartózkodott sokáig, és kezdte a finn nyelvet tanulni, de ahhoz előbb meg kellett tanulni svédül, hiszen svédül volt minden magyarázva, és közben szembesült azzal is, ugye, hát finn barátoknak ezt nem kell külön magyarázni, ugye, hogy Finnországnak itt a tengerparti sávja, az bizony svéd nyelvű, a mai napig ugye a svéd eredetű lakosság az leginkább ott lakik, és arra jött rá, hogy ha a finn nyelvet akarja használni, akkor nem Helsinkiben meg a tengerparton kell lenni, hanem az ország belsejébe kell utazni, és így utazott el Laukába, az egyik barátjához, aki aztán ott kiszervezte őt egy parasztanyára, és ott lakott, és ott tanulta a nyelvet, és ugye a kedvenc levelem Regulitól, amit a szüleinek írt, az itt látható, és ez a csak itt, csak most látható, ugye le is rajzolta Reguli a tanyát, hogy az ő ablak alatt van a nyírfa, de a fenyőfa az már a konyha előtt áll, látszik itt a ceruzarajzon, és írja, és ez a monszinyőr, aki itt síjel, ez én vagyok, kedves szüleim, itt látható ez a monszinyőr, aki síjel, de csak itt látható, mert az eredetin az akadémia pecsétje pont szegény Regulit találja a telibe, úgyhogy itt külön megkértem a grafikusokat, hogy retussálják már le onnan nekem azt a pecsétet, hogy lássuk ezt a monszinyőrt, ahogy síjel. Ugye itt a finn tanyának a térképét, ugye melyik épület le van írva szépen, hogy mi micsoda, és ugye ez az útja az, ami egy óriási vívódással végződött, hogy nagyon beleásta magát már ebben a nyelvrokonság kérdésébe. A szülei, gondolom, toporzékoló leveleket írtak neki, ezeket valamitől nem őrizte meg Reguli, vagy szóval ezeket nem ismerjük, csak azt, amit ő írt a szülőknek. Tehát, hogy már nagyon várták haza, az apát úr is, de ő nem nagyon akart hazamenni, hanem szeretett volna ennek a végére járni, és egy hosszas, télen áttartó vívódás után ugye a tudománynak fogok élni, döntött el Reguli Antal, és egy tulajdonképpen egy gyónásszerű levelet írt az apát úrnak, szerintem nagyon szép a szöveggel, hogy ő ezt itthon biztos nem merte volna megtenni, meghozni ezt a döntést az édesanyja mellett, de hogy olyan távol van, és ez így jobban tud gondolkodni, és ő bizony ezzel szeretne foglalkozni. Úgyhogy ebben a teremben ugye a finnországi időszakával lehet megismerkedni. Ami az egész finnországi milliót abban az időben jellemezte, az a Kalevala. Ugye 1839-ben járunk, és 1835-ben jelent meg a Kalevala első verziója. Tehát a Finnország ugye azóta is a Kalevala lázába ég, na de akkor aztán még mennyire. Tehát Reguli is rögtön nekiállt a Kalevala fordításának, ugye itt látjuk a fordítását, ugye ez a 35-ben megjelent, az úgynevezett régi Kalevala volt, azóta később ugye Lönnrot, Elias Lönnrot, aki a régi Kalevalát is összeállította saját gyűjtéseiből, különböző verziókat állított össze a Kalevalából, ugye a ma általunk ismert új Kalevala, ugye az egy sokkal vastagabb és nagyobb mű, és ez az egész népköltészet felé fordulás, ez nagyon izgatta Reguli Antalt is, tehát itt a Kalevala fordítás, más népdaloknak a gyűjtése, sőt Reguli Antal
aztán kottázott is, amivel viszont teljesen úttörő volt, ezt ugye más kutatók Magyarországon se csinálták. Ugye a korabeli reformkori magyar népköltési gyűjtemények, azok soha nem tartalmaznak kottát, mindig csak szöveget. Úgyhogy Reguli az ebben is nagyon trendi volt, azt kell, hogy mondjam. Ugye a következő ilyen kis tekergetőn a kiadásairól láthatunk nyilvántartást, amit vezetett, és hát néhányat bekarikáztam, ami nekem nagyon izgalmas volt, és írtam hozzá egy kis magyarázatot. Például itt van egyszer egy daguerrotípia, ami azért érdekes, mert én utána néztem, és 1840-ben Finnországban nem volt még daguerrotípia. Tehát, hogy fogalmam nincs, hogy itt ez a kiadás mit jelent, hogy ő vett egyet, vagy fizetni kellett, hogy megnézhesse, vagy nem tudom, hogy mit jelent. Ugye erre mondta a nagykövet úr, hogy hát de lehet, hogy ez a bizonyíték, hogy mégis volt. Úgyhogy nem tudom, de nagyon érdekes. Ugye azt is látjuk, hogy valahol, hogy az első néprajzi tárgyakat gyűjtötte, ugye férfi lap, ruha és lap főkötő, itt van, hogy mennyiért vette, ugye ezek az első tárgyak, amikor aztán ír is, hogy majd a múzeumnak fogja ajándékozni. És amikor már így híre jött, hogy ő ezzel szeretne foglalkozni, akkor biztatták, hogy különböző folyóiratokba írjon, hogy a neve az ismerté váljon az országban. Ezért az Athénaeum nevű folyóiratban többek között megjelentek levelei, tehát a hazaírt leveleit kicsit megszerkezgette, gyanítom, hogy Toldi Ferencben nem vagyok biztos, hogy a Szigyenikő biztos más elképzelésekkel rendelkezik. Lényeg az, hogy itt lehetett nyomtatásban olvasni ezeket az úti beszámolóit, például arról, hogy majd a tárgyakat a múzeumnak fogja adni, ugye az abba került bele. Na most a kiállítás egésze alatt ugye próbálunk a gyerekekre is gondolni, nem csak a komoly tudományra, és itt egy pályaválasztási tanácsadó játékot készítettünk, ami ugye tulajdonképpen Regulinak azt a vívódását képzi le, és azt lehet átélni vele együtt, hogy folytassa ezt a kutatást, felvállalva azt, hogy sose lesz pénze, egyedül lesz, különböző kihívásokkal kell szembesülni, de nagy hírnévre tehet szert, és nagy sikerélmény érheti, vagy pedig forduljon vissza haza, fogadjon el valami jó kis jogászállást, itthon alapítson családot, éljen boldog életet, növesszen szép pocakot, és hát nem ezt választotta, de hogy itt ugye olyan súlyos kérdések vannak, mint a kényelem, a tudás, a kaland, azért azt bevallom, hogy a legnagyobb és legnehezebb az a biztos kereset. Úgyhogy ezt ide az alulmaradban helyezzük. Tehát itt mindenki szépen eldöntheti, hogy ő menne vagy maradna. Na most a Kalevala fordítással kapcsolatban, ugye akkor itt most ismét megünnepeljük a finn barátokat, hiszen itt ezen a számítógépen, ugye ezzel a baltikumi térségben ből származó anyagokkal foglalkoztunk, többek között a Kalevalának a magyar fordításaival is, hiszen azért szép dolog finnül a Kalevala, de azért magyar látogatóknak mégiscsak magyarul érdekesebb. És miután a Kalevala Magyarországon is óriási sikereket ért el, ugye több fordítása van, és megjelent egy könyv, ugye a Kalevala első éneke 10 fordításban, és ebben a Bakonyi Finn barátok jeles csapata volt a segítségünkre, akik felolvasták a 10 fordítást, amit itt meg is lehet hallgatni a hangzóanyagokban, és ami az érdekessége itt, ahogy bemutatjuk az anyagot, egyrészt, hogy itt van a régi Kalevala is, meg az új Kalevala finnül is. Ugye a Reguli a régi Kalevalából kezdte a fordítását, a többiek mind az új Kalevalából dolgoztak, hogy itt tulajdonképpen két oszlopot lehet látni, amelyikben akár össze is hasonlítgatjuk, mondjuk Képes Géza és Rácz István fordítását egymással párhuzamosan, tehát hogy ugyanazt a nyelvi anyagot hogyan magyarították, és ugye hát azért itt felfogásbeli, meg hát képességbeli, de leginkább elképzelésbeli különbségek vannak, ugye van, aki nagyon veret, nagyon sok alliterációt használ például, ugye, ami jellemző a Kalevalára, de van olyan is, aki szinte prózába fordította, tehát nagyon eltérőek ezek a fordítások, tehát ezt itt mind meg lehet hallgatni. Hogyha túl jutottunk a Kalevala hangzó anyagán, akkor pedig tulajdonképpen a Reguli által szakmai, tehát a Reguli által kutatott témának a szakmai velejéhez érünk el, ez pedig a finnugor nyelvrokonság, hiszen Reguli Antal indítatása mégiscsak az volt, hogy a magyar nyelv eredetét kutassa. Ez volt az elsődleges cél. Utána persze, amikor elkezdte a folkloranyagokat gyűjteni, akkor ez már máshogy látszódik, de a kiindulási pont mindenképpen a nyelvrokonságnak a keresése volt. Ugye itt látunk egy térképet, egy mai ismereteink
terveink szerinti térképet a finnugor népek elhelyezkedéséről, a fekete ugye reguliantal útját jelöli, tehát láthatjuk, hogy hány népen keresztül utazott, és ugye itt látjuk a kis népjelekkel ellátott ablakocskákat, amikben portrékat találunk, rövid leírást a népről, és a portrénak a hangját fogjuk hallani majd ezekbe a kis hangszórókba. Ugye itt a finnugor családfa, ezt nem tudom, hogy elmeséltem-e már, mert ez egy titkos információ, ugye látjátok, hogy vannak vastagabb és vékonyabb szálak. Ez a Lovasi László Gimnázium matematika tagozatos múltamból eredő decimális rendszerben megadott létszámadat. Tehát, hogy a vékonyabb, a legvékonyabb szál az 1000 fő, aztán 10 000 fő, 100 000 fő és 1 000 000, ugye 4 vastagságot használtuk. Tehát a sok-sok vastag, ugye a 15 vastag magyar szál, ugye az a 15 millió magyar, nem véletlenül ugye súlyosabb erre a fa. Máshol viszont van, hogy az észtek 1 milliós létszámát is látjuk ebben, de azt, hogy a többiek bizony a 100 000 vagy a 10 000 alatt vannak. Tehát ezt is próbáltuk ezzel a kis fa konstrukcióval mutatni. De az egésznek a lényege az, hogy hangzóanyagokat tudjunk bemutatni, amik erről a gépről indíthatóak, és ugye szinte az összes mikrofonba szól hangzóanyag, úgyhogy javaslom, hogy mindenki fogjon egyet. Nem mindegyik működik. Egyrészt azért, mert ezek a szegény kamaszok kihaltak, mielőtt felgyűjtötték volna a szavakat. Tehát itt látjuk, igen, hogy melyik szót mondják. Ugye 4 tematikus egységet alakítottunk ki, ugye a testrészek, ami az alapnyelvben jellemző, a környezet szavai, a számok, és akkor most átkapcsolom a szövegekre, mert azt szerintem talán most a legizgalmas, amikor folyékony szöveget vagy éneket hallunk. Ugye a magyart is meg lehet hallgatni, a magyar adatközlünk Réthalmi Márkusné, ugye Borzavári Békefi Antal gyűjtéséből, nem véletlenül választottuk ezt az anyagot, de hanti anyagot, mansi anyagot is meg lehet hallgatni. Ugye itt egyébként ezen a gépen meg lehet nézni, ez melyik? Ez az izsor. Nézzük, hogy itt miről is van szó. Ugye itt szépen le lehet írni a nyelvről, írásmódról a szavakat, Dimitri Harrak olvassa fel, és ez a néniőről a most készült egy poszt, most halt meg nemrég, 2 héttel ezelőtt. Tehát az őt úgy tessék hallgatni. Ő volt a nagy öreg, és tehát, hogy itt meg lehet nézni, hogy miről is van szó. A másik nyelv, másik adagban csak mutatom, hogy itt is vannak játékok, ahol például ki kell találni, hogy ha ezen a 4 nyelven így vannak a szavak, akkor az vajon a 3 dolog közül melyikre vonatkozik? Tehát a tuv, a tó, a tű és a tú? Nem. Tó. Jó, hát semmi baj. Na, és akkor ezzel is lehet játszani. Van ugye ismeretterjesztő anyagok is vannak rajta a gépen, hogy miről is szól a nyelvrokonság, mi a... Na, a következő teremben pedig, ahogy mondtam, ugye, hogy a nyelvkutatáson túl sok más tudomány is érdekelte Regulit. Tulajdonképpen ugyanazok a tudományágak, akik ma is foglalkoznak, amelyek azzal foglalkoznak ma is, hogy a magyar őstörténetet kutassák. Tehát a régészet, a nyelvészet, a néprajz, ugye a népköltészet kutatása. Ugye csak manapság mást gondolunk ezeknek a tudományágaknak az egymáshoz való viszonyáról, ugye ami a legfontosabb, hogy nem gondoljuk ma már azt, hogy a nyelvrokonság az együtt járna a genetikai rokonsággal. Tehát, hogy attól, hogy valaki egy rokon nyelvet beszél, az nem azt jelenti, hogy genetikai rokonságban lenne. Ugye a kulturális rokonság hasonlóan, ugye nehéz, hiába a hantik és a mansik a legközelebbi nyelvrokonok, nyilván nem gondoljuk, hogy rénszarvas pásztorok voltak a magyarok, legalábbis ha voltak is már nagyon régen. Tehát, hogy itt ezeknek a tudományoknak a rövid bemutatása zajlik, pontosabban az, hogy a melyik tudományban mit végzett Reguli Antal. Tehát ezt itt a falon lehet olvasni, és hát ugye aki ügyesen áll meg az ajtónyílásba, és megpróbálja összeolvasni őket, az tudja, hogy ez az egész kutatás, ez mire megy ki, ugye remélem sikerül, kicsit a perspektíva szükös, mert... Rokonság. Igen, szóval itt a rokonság kutatásáról van szó, ugye ekkora az épület, úgyhogy... Ugye igazából ez a kis labirintus, gyertek csak, jöjjenek, ugye ez a labirintus szerűen elhelyezett táblákkal azt is szerettem volna érzékeltetni, hogy ahogy az ember elkezd a
tudomány sűrűjébe bemenni, egyre kevésbé tudja már, hogy mit is keres, de azt nagyon. Tehát, hogy az egyes, tehát, hogy Reguli is, amikor a nyelvészeti kutatások után elkezdték a folklór adatokat mondani neki, ugye az énekeket, akkor teljesen átállt arra, hogy a folklór gyűjtéssel foglalkozzon, szinte a legnagyobb gyűjtése az is. Tehát, ahogy mondtam, 2 évet töltött Péterváron tanulmányokkal, tehát ezt a 2 termet tulajdonképpen ennek a 2 évnek szenteltük, hiszen a nyelvkutatásnak az elméletét és a többi tudománynak a szakirodalmát ismerte meg Péterváron. Tehát itt a következő teremben visszaérünk Reguli Antal idővonalához, magyarul az életútjához. Péterváron vagyunk, mindent megtanult Reguli, amit el lehetett érni a különböző tudományokban, és ugye a Magyar Akadémiával is már kapcsolatba lépett, már Bonifác kedves történelem tanárán keresztül, aki a Győri Akadémián volt a tanára, és aki egy jó kapcsolatban volt az akadémiával. Tőle kértek véleményt Reguliról, írt is egy nagyon szép véleményt róla, és akkor, tessék? Igen. És akkor a Magyar Akadémia azt mondta Regulinak, hogy írjon egy jelentést, hogy mit is szeretne csinálni, és az alapján eldöntik, hogy szeretnék-e támogatni. Ez ugye manapság ezt ilyen projekttervként, vagy pályázatként lehet elképzelni. Hát Reguli ezt is olyan 1,5 évig írta mondjuk, nem szerette elkapkodni ezeket a dolgokat, de az akadémia le volt nyűgözve tőle. Tehát ugye még mindig csak 21 éves volt, és egy olyan komplex kutatási tervet írt le, ami mondjuk egy kutatócsoport se végezne már manapság a mai technikákkal sem. Úgyhogy egy nagyon-nagyon nagy terv volt, és erre az akadémia azt mondta, hogy jó, akkor támogatjuk. Csak ugye az akadémia ezt könnyen mondta, viszont a pénztár üres volt, tehát azért az a támogatás, amit megítéltek, azt nem tudták utána küldeni, ő pedig már ott volt étlen szomjan Péterváron már 2 éve. Ahogy mondtam, ebbe bele is betegedett már, az elindulás előtt már voltak problémái. Lényeg az, hogy hosszas kínlódás után végül is elindult, az Urál felé 1843. októberében, ugye úgy tudjuk, hogy a legnagyobb pártfogója, ugye a Pétervári, Szentpétervári Akadémián, Karl Maximovics Ber, aki egy balti német, vagy Észtországból származott nagy tudós volt, aki az embriológiától, tehát a tojásban ő fedezte fel, azt hiszem, a kis csíra magot, meg a sejtosztódást, meg ilyesmiket, de ő alapította a Néprajzi Múzeum, meg a Földrajzi Társaság, szóval nagyon, nagyon kiterjedt érdeklődése volt, és hatalmas befolyása, és nagyon pártolt a Reguli, tehát meglátta benne a szorgalmat és a tehetséget, és az egész utazás alatt azt kell, hogy mondjam, hogy néha érthetetlenül, megértően, és kedvesen támogatta Regulit, tehát amiket a Regulit csinált, tehát hogy pontosabban nem csinált, sose írta meg, hogy mit csinál. És meg úgy ment át más helyekre, hogy nem hagyott címet például, hogy hova küldjék utána a levelet, mert tudta, hogy nem támogatnák, hogy tovább menjen. Nem arra ment, amerre kellett volna. Sose volt pénze, állandóan kínlódott, mert még amikor küldtek pénzt, azt se érte utolőtt, tehát hogy egy ilyen nagy téveegés volt, és itt van ez a kedvencem, ugye ez a úgy tűnik, még mindig nem értette meg, hogy egy idősebb ember nem fogadhat el egy fiatal külföldit egy teljesen összefüggő terv nélkül. Hogyan is tudna minden passzolni, ha az a fiatal ember ma a Vogulókhoz, holnap a Szamujédokhoz, azután pedig Besszarábiába akar menni. Önnek túl gazdag a fantáziája. Ugye írt a szegény Ber, mert hát nem bírta kordába tartani Regulit, de ennek ellenére végig kitartott és támogatta, és amikor ő elutazott Péterről, akkor átadta az ügyét másnak. Tehát amikor minden befagy és van rajta hó, akkor lehet közlekedni. Úgyhogy Reguli is a téli időszakot választotta, úgyhogy itt a tél szóval és a síléccekkel lehet elindulni itt az Urál hegységbe, ahol aztán a Mansikkal és a Antikkal fogunk foglalkozni. Na most jelzem, hogy ez egy kicsit életveszélyes lépcső, nem véletlenül, mert az Urál se kényelmes. Ugye ez úgynevezett medve lépcső, tehát egy láb, egy másik láb ott van kapaszkodó, de aki kicsit tart tőle, a fő lépcsőházba is nyugodtan föl lehet menni. Hát most a padlásra, akkor hogyha mindenki így lerogy, ott is vannak még puffok a túloldalon, hogy igazából akkor elmesélem, hogy itt hogy mi is lenne a dolog lényege. Ugye fölértünk az Urál-hegységbe, sőt azon is túl, a Mansikhoz, először aztán majd a Hantikhoz, ahol Reguli Antal, ahogy említettem, a legszebb, legkomplexebb kutatását végezte.
Ugye én azt gondoltam, hogy talán azzal lehet a legjobban megértetni másokkal azt, hogy mitől is zseniális Reguli Antal, hogyha megpróbáljuk azokat a feladatokat, amiket ő elvégzett, leutánozni. És ezért találtunk ki olyan játékos feladatokat, ugye ami lent is ugye a szavaknak a kitalálása, hogy amivel ezt ki lehet próbálni, meg lehet próbálni Reguli Antal helyébe lépni. Ahol ugye a Rita ül, az a nyelvtanuló gépünk, amin van több feladat. Ugye kezdjük az elején, ugye Reguli Antal mindenféle szótár és egyéb nélkül kellett, hogy megtanulja ezeket az ismeretlen nyelveket, ugye hát a mansit főleg azzal kezdte. És képzeljük el, ugye biztos mindenkinek van az a kínos érzése, amikor hall egy ismeretlen nyelvet, és azt se tudja, hogy hol az eleje, hol a vége, se füle, se farka. Na ezt szerettem volna érzékeltetni, tehát például egybe raktunk oda kimondatokat, amiket meg lehet hallgatni, és be kell jelölni a szavak végét, ha valaki hallja. Az énekesnőnök a húgom elsőre meghallotta egyébként benne, tehát nem reménytelen, de hogy ezzel el lehet szórakozni egy ideig, mert ugye hiába is lett volna szótár, ha nem tudja, hogy hol a szónak az eleje meg a vége. Tehát ez az első játék. A második játék az tulajdonképpen egy ilyen szómagyarázó játék, aminek ugye az a lényeg, nekem van egy olyan szótári gyűjtésem, ugye Schmidt Éva mesterem kezdeményezésére a nagy hanti szótárt kérdeztem végig egy hanti nénitől olyan 70 óra terjedelemben. És minden szót elmagyaráz, de hát ugye itt ne gondoljunk Wikipédia szócikre, hanem azt mond, ami neki erről eszébe jut, meg ahogy ő azt el tudja mondani. És igazából ide ilyen szómagyarázatokat raktam ki, csak nem fordítottam bele, hogy mit is magyaráz. És hogy vajon a magyarázatból megértjük-e, mert sokszor még meg se értjük, hogy mit magyaráznak, hát ezt is biztos mindenki, hogy merre kell menni, arra forduljon balra, jobbra, azért merre kell menni, nem tudom. Tehát, hogy ezt mindenkinek megvan ez az élmény szerintem, tehát azt próbáltam ezekkel a magyarázatokkal megmutatni, hogy egyrészt egy más gondolkodásmóddal, egy másik nyelven magyaráznak valamit, hogy vajon sikerül egyáltalán megérteni, hogy miről van szó, ha már mondjuk le akarja írni a szavakat. A harmadik játék pedig arról szól, hogy szerencsére azért ott voltak benne a rokonszavak, ugye, amik nagyon hasonlítanak. Tehát lent ez nem tudom, hogy mennyire volt érzékelhető, de a számnevek, a testrésznevek, bizonyos tárgyak nevei borzasztó módon tudnak hasonlítani, főleg a hantiba és a mansiban a magyarhoz. És ugye itt föltettem kérdéseket, például, hogy hány halat fogtál, meg lehet hallgatni egy számot, és ahány halat fogott, ahánynak gondoljuk a számot, annyi halat szépen behúzni a hálóba. És ezzel tesztelni azt, hogyha egy ismeretlen szövegben rokonszavakat hallunk, akkor legalább azokat értsük meg, ugye, hogy 2, 3, 4, 5. Tehát ezzel gondoltam a nyelvészeti résztnek a nehézségét érzékeltetni. Persze vannak rajta ismeretterjesztő szövegek is, hogy hogyan írt szótárat, hogyan gyűjtött szövegeket, az, aki nagyon elszánt, el tudja azt is olvasni, de ezekkel szerintem azért sok mindent meg lehet érteni. Egy másik gépen, elmondom itt, ahogy szépen most mindenki már letelepedett, a másik gépen ugyanezt a térképezéssel kapcsolatban csináltuk meg a Gulyás Zoltánnal. Ugye Reguli Antal úgy készítette el az Urál egység térképét, hogy még egy iránytű se volt nála valószínűleg. Tehát tulajdonképpen az őslakosok elbeszélése alapján rajzolta meg a térképet, magyarul megkérdezte a rénpásztorokat, hogy merre mennek a nyári legelőre, és azok elmondták, hogy itt van egy nagy szikla, ott egy meredekebb hegyoldalba megyünk a kőgörgetegeken, ott van egy átkelő, és ezek alapján rajzolta meg a térképet, meg ugye, hogy a folyók, hogy mennek folyók partján a falvak, és aztán a halászoktól ugye a folyókanyarokat és egyebeket. És erre a gépen van pontosan, hogy ezt próbáltuk megint megmutatni, hogy van egy elkezdett vaktérkép, és ilyen meghatározások vannak, hogy ezen a területen van valahol egy folyó, az alacsonyabb hegytől délre, a vastagabb folyótól északra, és akkor meg kell próbálni elhelyezni azt a tavat ezeknek az elmondásoknak az alapján. Tehát ott pedig ezt a térképészeti játékot lehet játszani. Ugye van egy ilyen nagyon kezdő, a középső nehézségi fokon nagyon sokat gondolkoztunk, azt én javasoltam aztán a Zolinak, hogy Nyugat-Magyarországot raktuk be, hogy legalább a terület ismerős legyen, és ott kell mondjuk a Fertőtavat meg a Kis-Balatont berakni, meg a megyéket, tehát hogy azért lehessen érzékelni valamennyire, és hát persze van egy egyszerűsített Reguli térkép is, ami lehet kísérletezni, hogy valaki megtalálja a falvaknak a helyét az elmondások alapján. Most mindenhez van még egy terepasztalunk, és oda viszont akkor menjünk el, és azt nézzük meg együtt. Ugye ez egy olyan komplex bemutató rendszer, ugye ez egy dombor terepasztal, amire különböző
térképeket tudunk vetíteni, tehát például lehetne más alapot is rakni a területhez. Én ezt szeretem, ezért mindig erre átkapcsolom, mert ez a legszebb, amelyiken látszik az Urál-hegység, ahogy kirajzolódik, és itt pedig Reguli Antal útját látjuk. És többek között ugye a Reguli által készített vázlatokat is, azoknak a Gulyás Zoltán által digitálisan feldolgozott verzióit lehet látni, ahogy lefedik a térképet, tehát hogyha szépen egy sorba mindegyiket beixelgetem a térképek közül, akkor lehet látni, hogy Reguli Antal vázlatai ezt a területet lefedik. Aztán maga a nagy térkép, az persze aztán lefedi az egész területet. Ugye ez a Zoltán által átrajzolt térkép, ugye a Reguli térkép természetesen kéziratos és nem gépiratos. Hát hogyha itt viszont szakaszokra, mondjuk a Tapsia folyó menti utazását nézzük, ugye ott halad, akkor egy ahhoz kapcsolódó film, ez a Szalkai Zoltán filmjéből, a Reguli Antal című filmjéből való részlet, ugye, hogy ezt is el tudjuk képzelni. Itt pedig a kis Hanti ház alakú vitrinünk falán egy olyan gépet találunk, amelyik a tárgyakról szól. Ugye egy kiállítás, tulajdonképpen mégiscsak a tárgyakból kéne, hogy kiinduljon. És ugye itt három csoport van a tárgyakból. Az egyik azok az obiugor tárgyak, amik itt vannak a kiállításban. Tehát itt látunk. Tehát ha valaki valahol lát egy tárgyat, akkor azt itt meg fogja találni. Tehát itt szépen végre lehet bogarászni, és ha kiállításban látjuk ezt a kis kabátot, ami nagyon érdekel minket, akkor itt szépen el tudunk olvasni róla egy leírást. Na most, hogyha ez tovább érdekel minket, például az, hogy a viselet milyen, vagy milyen makettek vannak, mert ez is egy kis kabát, vagy milyen, a geometrikus minták még hogyan jelennek meg a tárgyakon, mondjuk a geometrikus mintákra rámegyünk, és kapunk további eredményeket. Tehát, hogy ezzel is itt el lehet bogarászni. És ugye itt, ami az érdekes, hogy ide a Reguli által hozott tárgyak is benne van, nem csak ami a kiállításban, az összes Reguli által hozott obiugor tárgy benne van, és a saját terepfotóimat is beleraktam, hogy lehessen azt is látni, hogy ezek a tárgyak a terepen, hogy viselkednek. Tehát mondjuk, hogyha viseletről van szó, akkor itt lehet látni ezt a fejkendőt, vagy a geometrikus mintákat. Ez itt csak, hogy ez nem lábas kamra, hanem lábatlan, de nekünk például ebben voltak a ruháink, meg a liszt, meg a nem tudom mi abban a ezében. Jó, tehát, hogy ezzel is így, de mondjuk, ha vissza akarunk menni arra, hogy a Reguli gyűjtése, akkor ugye mondtam, hogy három csalánginget hozott, ugye ebből az egyiket láttuk lent, itt van a másik kettő, a kis maketteket látjuk itt. Tehát, hogy ebben ez a ház alakú kis vitrin elsősorban a Göcsei Múzeumból kölcsönkapott tárgyakkal rendeztük be. Ugye a Göcsei Falu Múzeumnak volt egy Finnugor Néprajzi Park című részlege, ami mostantól már nem létezik, viszont ők annak idején ugye kaptak finnugor tárgyakat, és azok vannak itt kölcsön, mert elsősorban kivétel az, ami nem az, hanem mondjuk az én saját tárgyaim, de a nagy része az a Göcsei Múzeumé. Tehát, és ugye talán tudjátok, hogy én nekem az egyik könyvemet azt a női és a férfi kérdésekről írtam, tehát itt is a férfi tárgyak el vannak választva a női tárgyaktól egy kicsit, amennyire lehet. Úgyhogy, de ezeknek is, tehát ezt a gépet egyébként akkor találtam ki, amikor rájöttem, hogy ide nem szeretnék tárgyfeliratokat írni, mert nem szép. És akkor így, hogyha az ember megnézi, hogy úgy, de jó ez a kis kék ing, akkor ugye a viselet alapján meg lehet találni, de most itt mindenhol lenne egy tárgyfelirat, nem is bírna olyan hosszú tárgyfeliratot, nem is rak ki az ember. Hát az például az NASA ajándékba kaptam azt a táskát. Az nem rénszarvas, hanem tehénprémből vart a Arkaskának a legidősebb nővére nekem. Na, akkor, hogy tovább haladjunk, ez az a bizonyos térképészeti gép, amit mutattam. Ugye itt van például ez a játék ugye a tavakkal, tehát hogy a leírás alapján az első, a kisebb méretű hegy mellett attól északkeletre található, tehát ezzel itt el lehet bogarászni, de a haladó, ugye, amit mondtam, az például ugye a falvak, tehát nézi, a Győr az nem falu, de mindez a település, ezeket kell ugye a helyükre húzni, nehogy itt most felsüljek. És sikerül, Veszprémet eltaláltam azért a 18 év az életemből. És a mester fokozat az pedig ugye a Reguli térképén falvakat és mocsaraknak a... Ezt is meg tudod csinálni fogadva. Hát most így fejből, nem ez eltart egy ideig, mert olyan nehéz elnevezésük, hogy mire az ember kiolvassa, hogy mit is keres addigra. Na most ott már a Volga vidékről van szó, ahogy mondtam, hazafelé ott is egy hónapig, még egy évig dolgozott, ugye ott egy szép hanti halászcsónakunk van, varsával, ugye, meg evezővel, meg hálóval.
Ami itt érdekes nagyon, az ez a kődarab. Az Urál-hegységben még szovjet és magyar kutatók együtt kitalálták, hogy elneveznek egy hegycsúcsot Reguli csúcsnak, és ez a kő, ez a Reguli csúcs közeléből van, onnan kapta a múzeum. Ugye ezt a három nyilvesszőt pedig talán ismeritek, emlékeztek rá, ugye ez még a Műemlékkönyvtár falán kezdte a pályafutását, aztán nálunk is mind a két korábbi Reguli kiállításban benne volt, ugye ezek másolatok a Reguli általozott nyilvesszőkről. Na most a zárásként a szakrális részbe fogunk beletévedni, ez pedig a medvekultusz. Ugye az obi-ugor népeknél a medve tisztelete az meghatározó, és a medve az a felső égistennek a gyermeke, aki egy bölcsőn jött le a földre, ugye fent az égben nevelkedett, és addig nyafogott a kedves papának, hogy erre engedje le a földre, hogy aztán leengedte, vasláncon viharba keveredett, kétszer visszaúszta, harmadszorra engedte le, és nagyon szigorú szabályokat mondott neki az apja, az egyes számú szabályozott, hogy az embert nem bántjuk, se élve, se holtan, nem rablunk, nem vagyunk erőszakosak, ugye. És a medve összejött le, igazából azért kívánkozott le, mert így a felhők hasadékán át lelátott az őszi tájra, és ezt finn rajongók tudják, hogy a ruszka az ellenállhatatlan. Tehát az az időszak, amikor minden gyönyörű színes, ugye egyrészt ősszel valamitől még a víz is kékebb, ugye a fenyőfák harsogó zöldek, az áfonyalevél vörös, a nyírfák aranyló sárgák, tehát tényleg hát az lapföldön is elképesztően gyönyörű, és ezt látta a medve föntről, és mondta, hogy na, ide le akar menni. Lement, igen ám, csak az ősz után jön a tél, tehát a medve éhes volt és fázott, és mindenféle baja volt, és hát ő kínjába, amikor nem talált élelmet, akkor először a temetőket kezdte el feldúlni, és amikor az se volt már elég, akkor az embert megtámadta. És ezért van az, hogy az ember levadásza a medvét, viszont miután Isten gyermekéről van szó, van egy medve ünnep, amiben az egész világ folyását megmutatják a medvének színdarabokkal és énekekkel, és utána visszaküldik az édesapjához fel az égbe. Tehát ez a medvekultusznak nagyon röviden a lényege. Ezt mondjuk Reguli Antal az első hónapban már tudta, de teszem hozzá, mert elénekelték neki a medveénekeket, és akkor ez összeállt neki. Van is a gyűjtéséből a falon egy idézet, viszont a medvéhez való viszonynak az alapja az a tabu. Tehát nem, egyrészt a medve előtt nem is beszélünk, a medvéről abszolút nem beszélünk, de beszélni kell róla, akkor mindent máshogy kell megnevezni. És ugye nagyon sokat gondolkoztam, hogy hogyan lehet ezt a nagyon szent, nagyon titokzatos, nagyon sok tiltással övezett dolgot bemutatni tárgyakba, és akkor végül azt sikerült kitalálnom, hogy a medvének a különböző testrészeit is tabu névvel nevezik meg. Tehát a füle mondjuk az fatönk, a hasa, az a, tudom én, a város, amiben ugye sok minden tud menni, a gerince, az az üstakasztó kampó. Tehát a tárgyak, amiket beválogottam abba a szobába, azok mind a medve valamelyik testrészének a tabu nevei, úgyhogy a megoldás az csak úgy van benne, mint a dörmögődöm ötörben, nektek mondhatom, tudjátok, miről van szó, fejjel lefelé, visszafelé. Jó, tehát, hogy meg lehet próbálni, először gondolkozunk rajta, és utána meg lehet nézni, hogy akkor az melyik testrész is, esetleg nem sikerülne. A falon egyébként egy medvőnnepről szóló filmet látunk, ez az ÉSZT intézetnek az engedélyével van bemutatva, ez Lennart Meri, aki dokumentumfilm rendező volt, mellesleg ÉSZT köztársasági elnök, akkor, amikor nálunk Göncz Árpád, tehát az első elnöke a Szabad Észtországnak, ő készítette, és megengedték, hogy ezt itt használjuk. Még mindenféle játékok, meg filmek is megnézhetők, hogy le lehet heveredni, de szépen a hómezőre is nyugodtan végignézni. Elsősorban Szalkai Zoltán filmjeiről van szó, ugye ebből láttunk ott egy részletet, de itt például a bent látható Tórum fiai Hanti medveünnep filmet is szépen kényelmesebben végig lehet nézni, de vannak például játékok is, tehát például ki lehet rakni a bizonyos Reguli térképet egy tilitoli játék segítségében, úgyhogy szépen lehet próbálkozni, nem fogom bemutatni, mert nem tudom, és vannak ugye más játékok is, azt most nem emlékszem, hogy kell visszamenni, de van ugye egy memory játék, vagy ez a hibakereső, ez még talán a leglátogató barátabb, ugye itt meg kell találni a különbséget a két képen, úgyhogy ezzel itt el lehet játszani, úgyhogy hát ugye ott, és akkor természetesen ez a korábbi kiállításokban, meg a rendezvényeken jól bevált, hogy föl lehessen, be lehessen öltözni Hanti ruhába, tehát a sátornál azért is van ott a viselet, hogy akinek van kedve, az kipróbálhatja, beülhet oda a teázásba, úgyhogy itt
tényleg igyekeztünk élményszerűvé is tenni, amellett, hogy azért a tudományos színvonalból se akartunk engedni. Na most a kiállítás lezárása az ugye a lépcsőn lefelé, tehát mindig van még lejjebb. Ugye egyre szikárabb, egyre üresebb a fal, hiszen Reguli hazajött, az anyagát hazahoztad, igazából nem dolgozott vele annyit, tehát van a palóc kutatásáról egy rövid sorozat, a térkép megrajzolásáról, és arról ugye azt, hogy a Volga partjától számított idő, mintha egyetlen éjszaka lenne számomra, ugye éveken keresztül betegeskedett, és amikor végre jobban érezte magát, akkor írta ezeket a sorokat 54 körül. És utána ugye az utolsó idézet az az, hogy haladunk a munkával, 4 kötet lesz. Ugye? És akkor hát a végső idézet az pedig egy nagyon szép idézet az egyik gyűjtéséből, ugye Képes Géza fordításában. Kedves nézőink, műsorunkat megismételjük szombaton 10, vasárnap 14, hétfőn 18 és kedden délelőtt 10 órától. Ne feledjék, heti hírműsoraink visszanézhetők az Érci Televízió YouTube csatornáján, valamint a Képújság Zérc Facebook oldalán is, ahol pénteki műsorunk és ismétléseink idején is követhetik adásunkat. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra jövő hét pénteken.